Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 16 perccel őrületesen vidám reggelt kívánok mindenkinek. Hello Feri! Sziasztok! Hello Jani! Hello! Drága Sárvária, ki a medencében, ki a medencén kívül, ki ruhában, ki fürdőruhában, ki majdnem mesztelenül, ki a gőzben, ki a termálban. Hát az tudtok élni. Ki húzta meg az autódat. Igen, ki itta meg a kávémat. Tudnak élni gyerekek, komolyan Viszont. Mondom. Tudnak élni azok, akik már 6 óra előtt néhány perccel habtestüket áztatva a Sermári, a Sárvári, Sherwood Presortsban. Tehát a Sárvári termál fürdőben. A Sárvári gyógy és wellness fürdőben. Ülnek, miben ülnek? A termálban. Az a termál, mert az közöl. Hát gyerekek. Hát figyelj, ha te azt mondod, akkor hívják ezen túl úgy ezt a helyet. Most induljanak neki, fejtsék le az épületnek a homlokzatáról azokat a régot lévő betűket, amik azt hirdetik, hogy ez a Sárvári gyógy és wellness fürdő. Kereszteljétek át. Most már úgyis mindenki úgy ismeri, hogy a termál. A termál fürdő. Hát gyerekek, így kell élni. Nem? Nincs. Nagyon ügyes. Komolyan mondom. Ők beleragadtak tegnap este óta, és ki se jöttek, mert tudták, hogy jövünk, vagy ma reggel belemásztak, és ott biztos, vannak nyitás óta. Biztos, hogy most jöttek, mert egyébként én még ilyen közelről nem jöttem, tehát egy gyakorlatilag elkéshetetlen volt számomra ez a ma reggel, mert hogy az a szobámnak az ablaka ott. A kis nyitott, az, de ott az. Már van bent valaki, várjál. Léci, csak legalább a személyemet dobbál le. Már takarítják a szobára. A mellette lévő gyakorlatilag ráláttam ide a medencére. Ha esetleg késésbe lettem volna, akkor kimásztam volna az ablakon, leugrottam volna a tetőn, azon a kis esőfogon, és már itt is lettem volna. Hát ennek köszönhető ez a gyönyörű papucs. Azt nézd meg, gyerekem! Hát figyelj! Van, ami barokkos jelző ebben a mondatban, ugye? A gyönyörű, de... Azért próbáltam úgy hangsúlyozni, hogy ez érződjön rajta. Ez micsoda, Jani? Nem tudom értelmezni. Ezt a papucsot nem tudod értelmezni? Hát akkor melletted is egy picit elment a... Ez egy nagyon drága papucs. Mi ez? Hát ez egy nem éppen olcsó papucs egyébként. Hát de... most az, hogy drága vagy olcsó, az most nem mutatja azt, hogy... Kedves most... hallgatóim, mi ez? Értelmezzük ezt a papucsot Sebestyén Balázsnak. Én szerintem ez egy papucs. Megmutassam? Nem. Csak olyan... Atya is, utoljára gimnazista koromban láttam ilyet. De mi? Nézd akkor meg, masszírozós volt egy időgépetek. Atya isten. Hát nagyon klassz. De bejársz, vagy ez itt egy tapír? Nem. Általában ment szokott lenni egy papírdobozban, celofánba csomagolva, és csak akkor, csak... amikor a Sárvári gyógy és wellness fürdőben vagyunk, akkor szoktam elővenni, és csak azért, hogy rá tudjál csodálkozni erre a márkára. Hát ez nem a márkára csodálkozom, mert a klasszikus régi, ez a kicsit, tudod, ez az egész lábat beborító. Én ezekhez a flip-flop-hoz vagyok szokva. Picit úgy érzem, hogy mindegy, hogy én mit veszek. De nem szereti a Jani a flip-flop-ot, ezt már tavaly kiderítettük. Számomra ez a papucs, ez mindig is értelmezhetetlen, ennek már csak az a rész értelmezhetetlen, amíg hátul lenne egy csat. Azt végképp nem tudom értelmezni. Az a baj, hogy le volt merülve a telód, és nem láttad az MMS-t, amiben elküldtem a fotóját, mielőtt megvettük, hogy vajon érdemes engem meglepni a feleségem 2014-ben egy ilyen típusú retro papucsal. Nem, én azt szeretem, tudod, ami ilyen flip-flop, tehát berakod a kislábujjad, a nagylábujjad közé, vagy ott bemegy egy darab, és így lelóg szinte a lábadról. Ezek az egész lábad befogó, ilyen kicsit retro papucsokat én nem tudom értelmezni, de hát ha szereted, akkor nincs olyan baj, most nem le akartam fikázni, csak megállapítottam, hogy számomra fura. Az a baj, hogy nekem ugye gyaloglás az életem, és abban a típusú papucsban, amit te hordasz, abban nem nagyon lehet gyalogolni, ráadásul a két nagy nagyobbik lábujjam között kikezdi a bőrt. Azt csak az elején, értitek, utána megszokja. Aztán... Bekeményedik középen a bőr, azt utána már jó lesz. De Feri, tudod, hogy van ez, aztán csak melója van vele a pedikűrösnek. Utána meg az ortopéd sebésznek. De milyen például tegnap a kis túrád alatt ezt a papucsot használt, tehát hogy te ebbe szoktál gyalogolni? Nem, akkor egy 1982-es imidzs. Akkor szandámot zoklival. Egyébként ráadásul még tényleg, mert hogy az az edzőcipő, amiben tegnap voltam például a kokáért a Nálasdivárnál, olyan 22 óra magasságában, az például egy retro tornacipő, amit újra elkezdtek gyártani, mert ilyen hullám van most. Tehát, hogy egyébként igen. Végül is kompatibilis vagyok még mindig a 80-as évekkel. Este 10-kor a Nádasdivárban. Az van, hogy van egy csomó vár, amiről nincsen képem díszkivilágítással. Aha. Természetesen a Nádasdivárat is láttam már korábban, hiszen voltunk már többször is Sárván, és megtekintettem, mert nagyon szép egyébként.
nem, hogy nagyon szép, egyszerűen gyönyörű, és tegnap megnéztem természetesen díszkivilágítással is, és le is fotóztam, szépen körbejártam. Voltál délután is, nem? Tehát voltál a rendes nappali fényben is, csináltál egyet, és visszamentél. Nem, olyanom volt már. Ez már volt. Olyanom volt megvan, már. Megvan a havas, az esti, a délutáni és az éjszakai? Nem, meg, télen még visszajövünk, és hár istenek, itt van a termál. Gyógyi, termál, fürdő. Tehát akkor már csak a Sárváról már csak a Havasvár hiányzik. Igen. Aha. Tehát igen. Akkor hányat kell csinálnod? Négy évszak plusz éjszaka. Igen. Ugye? Hát minden váról öt kép. Napfénye azért. Ja, illetve hajnali. Hajnali. Arra rámennék. Minden váról hat kép, az egy élet is kevés lesz. Az a baj, hogy igazából ugye a régi várárok parkosítva lett, és van ott egy ilyen gyönyörű őspark körülötte, és úgy magam elég képzelem, hogy vannak róla olyan képem is, amiken az őszi hulló falöveleknek az ezer színeiben pompázik a régi várárok, tehát akkor még kell tél, kell még ősz, akkor most megvan a nyár is. Ki kell ásatnod a várárkot, ugye? Az megvan, azzal nincsen gond. Milyen volt a koncert? Jó volt? Nagyon jó, nagyon sokan voltak. Én 2:30-kor dőltem le ott a helyszínen kicsit aludni. Az ágyba, vagy valahol támasztottak le, mivel leraktak valahova, ugye egy kicsit felítjük. Igen, már mindenki hazament, én meg még ott téptem a húrokat a színpadon. Király vagy, pedig király, de húzzam már innen a francba. Nem, nagyon sokan voltak, aki ott volt, és ha jó idő van, akkor ugye szerdán este már sok ember érkezik, aki a tábor területén volt, az eljött a bulira, úgyhogy nagyon jó volt a dolog, kicsit aludtam egy másfél órát, 4-kor fölriadtam, és hát azért nem lehetett az, hogy letámasztottak-e valahova, mert hogy én vezettem, és azt meg ugye nem kockáztatjuk. Hát muszáj volt. Sofőrön visszamondta a történetet, de mindez tegnap este, és innentől kezdve pedig nem volt más választásom, mint hogy én magam legyek a saját magam sofőrje, de szép volt ám átjönni itt ezen a gyönyörű vidéken. Hát már, amikor ugye nem aludtál. Ja, persze, én ráborulva a kormányra. Autó úgyis tudja az utat, mi? Amire emlékszel, néha fölriadtál, amikor szemedbe sütött a nap. Na, vagy a reflektor, aki jött szembe. Úgyhogy ennyi, itt voltam, de tényleg jó sikerült. Jó arcok ezek a hátlisoknak. Tényleg, komolyan. A zenekart meghívták, inni mondtam, hogy egy vizet, így röhögött mindenki. Szűrje, puha vagy. Dobjunk bele két unikumot. Frabátó tombolt az első sorban? Frabátó elfáradt délután. Megfáradt délután? Szerintem elfáradt délután. Nagyon az ország jósa. Túl sokat kellett jósolnia, úgyhogy őt nem láttam az esti buliba, ha csak nem a hátsó sorban volt valahol. Hát egy TVR7-et tanulmányozott, hogy meglegyen a jövő heti jósolás, nem? Hogy meglegyen a jövő heti muníció arra, ha valaki megy hozzá szerelmi kötést. Olyan aranyosan bírt ezt a cinkelést tegnap is, nem? Nincs más választás. Ja, mondjuk igen, hát, de mondhatta volna én lennék Frabátó, én is kénytelen lennék elviselni. Tehát igen, azt mondhatta volna azt, hogy nem jövök be például. Vagy akkor az elejét még nem hallotta? Hát negatív reklám. Kifejezetten jó arc egyébként, tehát hogy itt tudja, bejön, megkapja a kis mikrofonját, megkapja a kis fülesét, aztán megkapja a kis 4 dolláros oltását, de hát így hősiesen tűri. Teljesen rendben van csábom, mint hogy egyébként megmondom nektek őszintén, hogy én itt például Sárváron, és ez nem csak a nyalás része a dolognak. Az is benne van, az is benne van természetesen, de hogy én tegnap beleértve egyébként a civil teljesen hétköznap és nagyon kulturált, nagyon intelligens és nagyon jófej sárváriakat, a hely alkalmazottaival is, a civilekkel is. A téli, most minden, a téli kedvezményre gyűjtesz, vagy mi van? Részben, igen, és hogy minusz 30%? Igen, igen, és majd kérem szépen azt a bócsertpömböt, amit ígértetek ezért a néhány mondatért. Szóval, hogy csak pozitív tapasztalatokkal gazdagoltam. Mindenki halálosan jó fej volt. Tök jó volt. Tehát, hogy így komolyan mondom, hogy most még azért maradnék egy picit, ha lehetne. Hát lehet, csak nem tudom, mivel jössz vissza este. Ja, ez is. Nyugodtan, szerintem nem haragszak, nem fognak kidobni. Egyébként itt is játszott a Best of együttes, csak mondom nektek, tavaly nyáron az évszázad vihara volt, itt, és oda bekényszerültünk a medence partjára, és úgy kellett koncertezni, hogy az elosztóban állt a víz. Atya Isten, nyilván nem vágott meg az áram. Nagyon jó volt. Ez eszembe jutott, hogy én meg ezért is szeretem a sárváriakat. Azt hittem, hogy akkor játszottatok itt, amikor még itt az alapot ásták. Igen, igen, a munkásoknak, de ők elmentek sörözni. Gyerekek, ki látta a futballt tegnap? Nem voltatok tévé közelben, mi? Mi volt? Ki nem, játszott? Hát válogatott. Ja, Magyarország, ja, Albánia, hát azért nem láttam. Kecskepásztorokkal. Az. Hát gyerekek. Azok. Figyelj, nyertünk, azért most ne kezdjük el, ne legyél rossz fej, 1-0 lett. Három percet néztem, én teniszt néztem utána, mert Nadalnál játszott meg a Murray, csak így belepillantottam. Hát gyerekek, azt a vergődést, azt a szenvedést. A méltán világhírű albán labdarúgók ellen. A hihetetlen durva és hihetetlen világszínvonalú albán válogatott ellen, az valami elképesztő volt. Nem bírtam nézni.
Tehát volt nem bírtam pánik nézni. Az Albán csapatban, a kispadon? Csak tizen vagyunk, basszus, ki lesz a 11. Ráadásul érdekes, mert hogy valami olyan csatornán akadtam rá, ahol nem magyar kommentátor volt, mert hogy ők több analóg meg digitális csatorna közül lehetett választani, és valamilyen Al Jazeera szintű valami valahol. Hát az arab világ izgul a magyar találom. És néha mehaladszott a műezinnek a hangja, hogy imára hívja az igazítőleget. Én szemmeggyőződésem volt, hogy valamilyen albán televízió hálózaton keresztül akadtam rá, mert hogy hát megismerem azért a magyar, nem magyarul beszéltek, az albánhoz sokkal jobban hasonlított. De hogy az valami döbbenetes volt. A végén, ezt már nem tudom, mert nem bírtam odáig nézni, 11-esből tudtunk egyetlen egy gólt szerezni, és kifütyülték őket. Tehát annyira jó meccs volt, hogy kifütyülték a magyar válogatottat. 5000 ember volt kint, már ez ugye önmagában egy szép döbbenet száma volt, válogatottra. És hát állítólag mindenki, igen, állítólag mindenki kapott. Tehát a Zsuzsáktól kezdve edzőbáig mindenki kapott a meccs végén. Úgy kaptunk 11-es, képzeljétek el, úgy kaptunk, én visszanéztem, hogy a magyar játékos elesett, mert kapura akart rúgni, és megbotlott a saját lábában. Hát, ha láttatok már... Búrjázott a dudba. Ha láttatok már... Igen, valószínűleg egy csomós volt a fű. Ha láttatok már igazán nyomorultat, szegénykém elvágódott, és egy ilyen kegyelemből, egy ilyen, na jó, lássanak akkor, valamit a nézők, tudod, a bíró is már így sajnálta azt a 400 embert, aki kiment a meccsre, mondta, hát ha... Tehát olyan szinten volt, hogy a bíró gondolkozott, hogy kijelöli, hogy melyik magyar játékos lője a 11-es, mert hogy ki tudja belőni, tudod? Kitalálja el a kaput. Igen, és aztán és belőttük hihetetlen öröm, tehát iszonyatú üdvrivalgás a magyaroknál, ugye? És így lett. És így nyertük meg. Így kaptuk meg a 11-es. Tehát ez szomorú volt, tényleg. Pintér úr kommunikációján hallatszódott már az, hogy Batiz Andrásék régóta is nagyon intenzíven foglalkoznak. Nem, az a baj, hogy nem, igen, ez nem jutott eszembe, ja. Hogy legalább megvárom, nem. Vagy nyilatkozik, vagy van valami rohadjának. Nem hallatszódott be a kispadról, hogy kérem uraim, legyenek szívesek csak akkor előre ívelni a labdát, ha van is elől valaki, nagyon szépen köszönöm. Hát ehhez a Batiznak nagyon ilyen? Sokat kéne dolgozni. Inkább ez lehetett. De nem, erről nem tudok teljesen objektíven nyilatkozni, mert nem hallottam. Nem volt atmoszférába bekeveredve, de mondom, közben az Albán, vagy hát valamilyen kommentátorot nagyon nyomta. Az Albánok soraiban volt zavar, eleinte saját kapujukat hát támadták? Képzeld el, hogy 6 Albán játszott, és 5 darab kecske. És így lett egy és egy szürke szarvasmarha állt a kapuban. És így tudtunk győzni 1-0-ra. Nem akartam elni, 4 kecskét kergette, képzeld el. Szóval, hogy egész egyszerűen tényleg annyira szomorú volt már, hogy nem találok szavakat. Pedig tényleg nem néztem, miközben csak kapcsolgattam Nadal Murray, tehát azért voltak izgalmasabb dolgok teniszfronton, csak mondom, hogy a Gyokor Nadal nagyon alakul. De várjuk. Gyokor már ott van. Hát Gyokornak még van egy meccse. Jó, hát ezt megcsinálja. Illetve Nadalnak még ott a Murray, úgyhogy még azért van mi, de haladunk a célunk felé. Ne szaladjunk előre még ennyire, és ez akár még egy SMS témánk is lehet, tehát így láthatlanban így például, vagy úgy, hogy nem hallottam, inkább se nem láttam, se nem hallottam. Találjuk már ki, hogy mit mondott Pintér úr a meccs után. Jó, na, még nem néztem nyilatkozatokat. Figyelj, szerintem az egyik, amit mondott, az volt, hogy a focit góra játsszák. Megvan-e egy, vagy nincs meg-e? A győzelmet nem kell magyarázni. Ez biztos benne van. Igen. És mint egy ilyen vetélőgép, egy kinyomott 6 kiló szotyit a száján közben oldal, tudod. Egy helyzetünk volt, de azzal éltünk. Értékesítettük a helyzetet, parád és gól született. Hát ennyi. Többenet volt, tényleg síralmas. Tehát, hogy nem találok jelzőket. Tehát, hogy laikusként az ember leül, és így, hát. Így azt gondolod, hogy az egésznek tényleg semmi értelme. Semmi. Tehát hagyjuk abba, menjen mindenki haza. Költsük el mással. Nem, ez egyébként kész, ez nem igaz, így... nem igaz, így ez a magyar-albán barátság miatt van, ami hát ugye nagyon régóta gyökerező dolog van, baráti el, társaság. Kecskehús nagyon egészséges így egyébként. Így van, meg tudták volna 10-0-ra verni őket, csak azt mondták, hogy nem, 1-0, megállunk itt. Tudod, ez mert mi jó fejek vagyunk, mi magyar foszosták. Hol tartanak most az albánok a világranglistán körülbelül? Hát rajta vannak? Miért? Most egy teljesen laikusként kérdezem, hogy igen, hát egyáltalán benne vannak az első 4000-ben. De hogy például tehát egy ilyen albán válogatottat nem kéne egy sima meggyőző 2-3-0-ra megverni? Tehát egy albán válogatottat, nem? Hát, de... Tehát, hogy így miről? Nem is értem ezt az egészet. Ott nincs vendégjátékos az albánoknál. Lehet, hogy leszerződtették Messi unokahúgát, vagy nem. Valószínű, igen. Na jó, van mindegy, ne, döbbenetes volt. Azt hittem, hogy valaki esetleg belenézett. Jól van. Pintén olyat
micsoda, olyat kapott a második fél időben, hogy olyat mondott, hogy elment az adás a Duna TV-n. Mi lesz most össze, lebé? Vagy mire selejtezünk most? Nem tudjátok ti se? Gábor Zoli, nem? A VB-t már lekéstük. Legalábbis az idejét az egészen biztos, hogy ilyenkor mindig elindul a VB-ben valami selejtező. Talán az EB-re, ami 2 év múlva lesz. Igen. Nem? Szerintem arra lesz majd a selejtező. Így van. Ugye? Így van. Így van pontosan. Hogyha a Trinidad Tobago ellen játszottunk volna, akkor szerintem nem EB, de így, hogy az albán labdarúgó válogatott ellen, akik a 70-edikek egyébként. Na most a FIFA ranglistán. És nem voltak már 62-edikek is, de 124-edikek is. Most nézem a annak nemzeti, idején. Nemzeti Sportnak a címoldala csak erről szól. De hol a futball? Aha. Akkor azért az, hasonló alatták. Az Angliában kérlek szépen. Én laikus vagyok, nem értek a focihoz. A teniszhez talán egy kicsit. De ezt azért tetszik, hogy ezt ők is megállapították. Na jól van. Magyar játékos egyébként volt, aki nyilatkozott előtte szakértőként, mert ő játszott annak idején mondjuk az FK Tiranába. Hát szerintem valahol ott biztos nyilatkozott a Détári, vagy a Kiprich, tehát nagy öregek közül mindig nyilatkozik valaki a stúdió beszélgetésnél, tudod, mindig van. Hárman megfejtik a semmit. És ül egy műsorvezető, és azt nézi, hogy még negyed óra van a szünetben, még mit kérdezek ettől a három kicsit megfáradt embertől, aki ott ül, és fejtegetik a nagy büdös semmit. Nézitek ezeket a köztes beszélgetéseket? Igen, általában? Igen, csak a Détári meg Kiprich, hát az... azért nem tudom, hogy mit keresett volna ott, mert hogy ők egyébként még labdarúgók voltak. Tehát, hogy ők még... Igen, egyébként ő nem tudna nyilatkozni, hogy az most is ehhez a sporthoz. Meg kellett volna kérdezni Frábátot tegnap, hogy mit mond a meccsre. Egyébként meg. Hogy mit mondom el, mondja meg. Ha ő ekkora jós, mondja meg, hogy mi a fene lesz, nem? Jó, mondjuk, ha akkora jós lenne, akkor a telefonját se ejtette volna bele a vízbe. Hát mert akkor tudod, látnia hogy kellett volna előre. Na jól van, oké. Hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetek. Magad ellen? Igen. Ez most már zárd rövidre. Hát figyeljetek, ha erre van igény, akkor ezt fogjuk csinálni. 2-1. Most ugye a hétfőt azt kihúztuk az 1 percet, és aztán 2 parádés győzelem, hogy tegnap mit kaptam Jázminért, nem tudom, 10 éves volt Jázmin, vagy 12. Hát igen. Pedig nagyon szépen bántam most már vele. Talán, hát tegnap óta azért elég sok idő eltelt, talán már 11 is van. Igen, nagyon jó esemes, hogy Pintér Attila Csányi bosszúja a bankadó miatt. Laci küldte nekünk. Pintér miatt lesz ma a tévében 15 perces adás. Letűzdöttek a Duna TV-t. Gyerekek, tegnap meccs volt, nyilatkozott a Pintér, az egész magyar médiának és minden médiumnak külön 15 perces adás szünet. Elnézést kérünk a Pintér nyilatkozata miatt. Jól van, aki szeretne játszani, jelentkezzen. Jó, innen a helyszínről választunk játékost, mert ugye kitelepülésen ez már egy régi bevett hagyomány, hogy nem kell telefonon jelentkezni. Itt vannak, akik ruhában vannak, hátul mögött vannak, akik ruha nélkül vannak. Így van. Vagy csak egy-két lengeruhadarab van rajtuk. Kiválasztunk valakit a játékra. Jó? Ez hátra, mert elcsöppen, Szöcsi. Nagyon... Hallod, nagyon durva. Figyeljetek, 20 percet lehet ám abban ott tartózkodni, aztán gyertek, hogy megáll igen. A szívetek. Tehát minden ilyen termálfürdőnél ki van írva, hogy ajánlott fürdőzési idő 20-30 perc, bejössz a 60 fokos vízbe, hát megáll a szívet. Én a nénit már ki is vinném, mert amikor tegnap éjszaka kinéztem, akkor is benn volt. Igen. A fura az, hogy arccal lefelé lebeg a víztetén. Na, hat órája. Én azért megszólítanám. Szeret úszni, de 8 órája a vízbe van, és egy kicsit már puffadni látszik. Legalább hesegessel valaki a durbincsokat körülötte, nagyon csipkedik. Hát az csak egy ilyen lábmanikűrnek indult még az elején, csak... Na jó van. Na jó van, jó a víz. Jó? Jó? Nagyon jó. Rendben van. Na, hát hány fokos nagyon vízben nagyon ültök én? 50-60 fokos mit vízben? Mit mutogatsz, hogy jó a víz? Hát kint vagy a parton. Akkora? Hát, nem lehet, de legalább víz, őszinte vagy. Nem, hát gőzöltök. Hát ha gőzöl, akkor azért az meleg víz lehet. Akkor menjünk mi is, csobbanjunk. Na, azt megvárom. A Balázs egy kisebb összeget egyébként felajánlott annak közülünk. Hát ugye saját magának nem tudott felajánlani, nem. De hogy aki mondjuk ugrik így ruhában, egy hatalmas pops is. A pénzt nem hallottam. 50 rugó, ha most bemész és beugrasz ruhába. Azt mondja, hogy le kell ereszteni a medencét. Figyelj, simán beugranék egyébként. De érne a lábam. De miért kéne leereszteni? Az a baj, hogy nem tudsz úszni, tehát te ne ugrálj, hát csak hogy medencébe, tehát te azért óvatosan ugrabugrálj. Figyeljetek, ha esetleg oda megyek, és ezért a kisebb összegért ugrok egy hatalmas popsist, akkor lesztek a tanúim abban, hogy valaki rosszul lett a medencében, és menteni akartam? Ahogy a fedősztori legalább meg legyen, hát már ketten jelentkeztek. Jó, de 10-10-et kérnek, csak mondom, ja. Hogy már 30-nál nem, vagy. Igen. A 10-esből. Na jó, van, hírezünk egy picit, jó? Meghallgatjuk, hogy mi mennyi izgalmas dolog történt a nagyvilágban. Utána jövünk a játékkal, a helyszínről választunk játékost. Jövünk nem sokára vissza, fél hét múlt 5 percen. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello, pont visszaértél.
itt vagyok, csak megvártam, míg beköszönsz. Bá, itt vagyunk, igen. Gyerekek, olyan szép idő van. Nem fenyegettek bennünket ezzel a kánikulával, de megjön, hál' Isten, úgyhogy nagyon, nagyon szép idő lesz. Mit írt tegnap a időjárás jelentés? Az, hogy jövő hét szerdáig kánikula, nyár, meleg, hétvége, napozás, háromnapos ünnep, 30 fok, 35, 40, és eső. Onnantól? Hó. Nem, jó, nem, hát szerintem egy hétre előre látják, és erre az egy hétre jövő héten idáig egészen kiváló időt mondanak. Na, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt, vagy jó illetve hello. Jó reggelt, sziasztok. Hello, hogy hívnak? Edina. Edina, mióta vagy itt, Edina? Hát, még hat előtt érkeztem. Hat előtt érkeztem, de még bőrkabát, szoknya, ide fekete van. Harisnya. Nekem még a lábam fázik, úgyhogy. Éjszakra jöttél? Igen. De készülsz majd átöltözni, bevetni magad a medencébe, vagy ide jöttél megnézni, aztán majd mész dolgozni? Megyek dolgozni. Mész dolgozni. Mit csinálsz? Hát, diszponás vagyok, anyaggazdálkodás, stb. Idegen szavakat ne használj, de mind a hárman kisebb iskolázottak vagyunk. Mindenki úgy, ezt szoktam mondani. De nem feküdni kéne? Csúnya dolog az, igen, azt ki kell pihenni. Jól van, kivel szeretné játszani? Ferivel. Nagyon helyes. De gyönyörű választás. Ez a beszéd. De gyönyörű. De jó. Végig kell vinni a hetet. Ha rászálltatok egyetem a hét elején, most már küzdjön meg saját magával. Hogy állsz önmagaddal? 2-1. 2-1-re vezetek, igen. Egyszer elbuktam magam, de kétszer megnyertem magamat. Nagyon helyes. Ha ma behúzod saját magad, akkor megnyerted a enyém hetet. A hét. Mi? Azt, és akkor holnap már csak egy kis tiszteletkör lesz. Ja. Az már de megcsináltam azt is, holnap is? Hát nézd, ha saját játékodat izgalmasabbá akarod tenni, ezt ma veszítsd el, és akkor holnap lesz egy nagy döntő magadban. Majd meglátjuk. Jól van, Jani. 3, 2, 1, fire! Edina, mi találkoztunk itt reggel, ugye? Van. Beszélgettünk is. Beszélgettünk. Hogy szereted nagyon ezt a játékot. Nem, hát köszönöm. Az élő adás harmadása. Hogy tetszett, hogy ugye engedjék ki egy kicsi. Pici taps. Pici taps. Várják, körbefutom a kamion, csak lassan megyek. Hosszú lesz. Tapsolnak? Mi az, hogy akkor, hogy ne tapsolnál? Akkor még élnek a medencébe, ez jó jel, még tapsolnak. Hát ez nem volt egy hosszú játék. Nem, izgultam nagyon. Igen, tudom, élőben egy picit mindig nehezebb egyébként. Adásban is, illetve telefonon is baromi nehéz. Készültem rá. Tényleg? Tényleg? Akartál valami durvát kérdezni? Vagy? Hát nem, csak hogy nem mondjam ki a tiltott szavakat, de hát pont sikerült. Aha. Örülök neki. Figyelj, benne van, ez nem gond. Viszont azért jó mindig kitelepülésen játszani, vagy nem adáson keresztül, vagy rádión keresztül, mert adunk egy ajándékcsomagot. Tehát amiért jöttél, az tulajdonképpen megvan. Órásod jó? Vagy bögrését kérsz? Bögréseset. Ja, jó, a perce. Bögréseset is parancsolja, Edina. Köszönöm szépen, és üzelhetnék. Na, most már jó, most már tényleg legyen elég. Nézzál, most már azért tényleg. Na, Józsi, hozd vissza azt a tetves fűnyírót, a jó édesanyám. Átmegyek, úgy megverlek. A Zsebinek azt üzenném, hogy nagyon szeretném. Na, hát ez ugye? Ő egy kutya, egy macska, vagy a párod? A párod. És jó, mert most hirtelen, most megint résztek rá. Nem ennyire villámot szóró szemek, hogy mekkora szemét végig, de Zsebi lehet egy macska is. Simán hát lehet. Igen. Ő egy érett férfi ember egyébként? Magasabb, mint te. Ez egy kis fenyegetés benne volt. Magasabb, mint te. Akkor ő már nem ember, hanem az afrikai szavannák lakója. Mióta vagytok Zsebivel együtt? Több mint 2 éve. Hát ezt most még megértem ezt az üzenetet. És voltunk lellén is amúgy. De durva! Ez akkor ez igazi szerelem. Nem, a kitelepülésetekem. Ja, úgy. Ja, jó. Jó van. Sok boldogságot nektek. Köszönöm szépen. Köszönöm a játékot. Bár nagyon jó is, volt. Bármeddig is tart a dolog. Jó? Köszönjük szépen. Legyél szia, már kicsit pozitív. Ciao, hello, hello. Ja. Feri. Hoztad a győzelmet, megérdemled, ezt a tapsot. Hallgass csak meg, mit adok neked. Hallgass csak meg, mit adok neked. Látod? 3-1-re megcsinálta, és még akár 4-1 is lehet. Még behozhatom. Megtátosodtál. Ennyi. Nagy vagy, ott vagy. Éreztem a szorítást, mondom, muszáj megfelelnem. A János után, aki 3 hetet nyert végig. Mit kell csinálni? Gyerekek, visszaültünk arra a lóra. Nagyon visszaültünk. Csak mondom egyébként, hogy fel fogok menni, és át fogom venni a cipőmet. Miért? Mert rakom a pocsomat. Edina bejött, és ez neked köszönhető. Elkaptam a pillantását, úgy ment ki a stúdióból, hogy... Ő se látott még ilyet, nyugodj meg! Hagyjatok végén! Nincs vele baj. Szakadjatok le a papucsomról. Nincs vele baj. A 70-es években abszolút a Balatonon, az NDK turistákon. És a retro meg most divat. Hát ennyi, érted. Tök jó, mindenki nézi a papucsodat. Nincs ezzel baj. Nagyon jó kis termékeket csináltanak idén a pécsi bőrgyár.
Na azóta is parafinozom, semmi baja nincsen. Ugye, tudod, ha valamit behájpolok, azzal mindenki foglalkozik. Úgyhogy most ma mindenki kicsit ne frusztráljon, kicsit lenéz a lábadra, hogy mi is van a Jani lába. Mi is van a Jani lában. Na jó van. 4 perc, ma pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek. Próbáljuk kitalálni a hírek után, hogy kik jönnek. Nem, majd elmondom a hírek után. Jó? Ja. Mert akkor abban fel lehet készülni, és utána lehet nézni. 4 perc, a 7 óra jönnek újra a hírek után itt vagyunk mi is. 7 óra múlt pontosan 11 perc. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Jani, hello Feri! Hello! Drága sárváriak, itt vagyunk. Még mindig többen ruhában, mint amennyien fürdőruhában, de már valaki bevette a gyerekmedencét, valaki hatalmas fejeseket ugrik, a indián fejeseket egy üres medencébe, ő csak egyszer próbálkozott. Csak úgy hívják a helyek, hogy a bátor. Így van, már elvitték a mentők. És még mindig dagonyáznak a sárváriak, a termál fürdőben már gőzölni nem gőzöl, hiszen a hőmérséklet is emelkedik. De gyerekek, ez az igazi életérzés, nem? Amikor látod, hogy ott szól a kedvenc rádió műsorod, ülsz a medencében, nem sokára érkezik egy koktél, kikönyökölsz elegánsan, és a medencéből hallgatod a műsort. Hát ez egy zen állapot, nem? Hát ez maga megvilágosodás. Mindig csak 7 óra van. És mindig csak 7 óra, és már fürdesz. Igen. Vissza kell vinnem a szivacsot a konditerembe, most tegnap lenyúltam, de kimostam, úgy viszem vissza. De miért? Miért lopsz szivacsot? Egyébként nem tudom. Most már annyira nincs szükségem ugye? Erre. Ugye? 44 éves vagyok, még mindig miért lopok? 10 van. Tényleg, ideje lenne már leszokni a lopásról. Olyan jó kis konditermük van egyébként. Igen? Csak mondom, hogy ugyanabból a márkából vannak a gépek. De nem ilyen összeszedett. Mint az RTL konditermén. Hoppá! Bocsánat. Az király. Trafi a 47-esen a 17-es kilométernél, Terecske előtt Nagyvárad felé, ezt Judit küldte nekünk. Törökszent Miklós belterületén zöld Suzuki-ból drága képek készülnek, üzentett Gyuri. És trafiznak a 85-ös főúton, Farádon, hát a szokásos Fejér Szeátból mondhatni, mert mindig Fejér Szeátból mérnek Győr felé, ezt Andris küldte nekünk. Köszönjük szépen! Na, ugye lesznek majd itt helyszíni játékok, mindenféle értékes nyereményeket, belépőket lehet nyerni. Ezek ilyen kis vízi játékok lesznek, nem túl bonyolultak. A helyszínről választunk majd játékosokat, és itt élő adásban kell ezeket végrehajtani. Időre úszás, gumimatraccal, vagy mi az? A füvön. úszógumival, gumimatraccal, karúszóval, átöltözés a vízben. Átfutás a másik oldalra, a vízszínén. Egyébként. Medence vízének ketté választása. Ki tud tovább futni a medencébe, az jó. Képzeljétek el, hogy láttam egy ilyet valamelyik nap, ezt Budapesten rendezték, az egyik cég még engem is elhívott, sajnos nem tudtam elmenni. Marha izgalmas volt a dolog, mert hogy egy ilyen nagyon sűrű, nagy viszkozítású anyaggal töltötték fel a medencét, és konkrétan a folyadékon futni tudtál. Nagyon durva. Nagyon durva, hogy gyakorlatilag egy ilyen 10 méteres távot át tudtál futni a folyadékon, hogyha nem futottál, akkor viszont elmerültél benne. Nagyon durva. És soha nem jött le rólad, gondolom. Igen, és azokat többet már nem is látták, azokat a résztvevőket. Lágy beton volt, ami futottál, jó volt, abba például lesüllyedtél abba. Délután egyszerű hajzatkiegyenlítő beton volt. Igen, nagyon bátornak kellett lenni, egyszer tudtál nevezni, de megcsináltad. Na, gyerekek, viszont valaki eljutatott egy információt hozzánk. És ez most nem tudom, hogy igaz, vagy nem igaz, vagy az, aki mondta, az ezt kitalálta, de állítólag a helyszínen tartózkodik az az ember, aki a rádiózás történetének utóbbi 3 éve közül az utolsó 1 évének legnagyobb rejtélye. Igen. Mert van, aki azt gondolja... Istenes Bence? Mondtam, hogy minimit. Ne bánsd. Ne bánsd az öcsémet, van neki elég baja. Nem könnyű az élete, hidd el. Rám hasonlít. Nem lehet könnyű. Sose barul, vagy akar hasonlít. Vagy akar, igen, szegény. Az igen, szegény minimit, ne bánts. No, veri őt az élet eléggé. Állítólag itt van a helyszínen Pista bácsi. Pista bácsi, ez itt az bácsi. Pista bácsi. Pista bácsi, egy fantóm. Pista bácsi. Pista bácsi vagy létezik. Igen. És fiatal. És fiatal. És kamuzik. De honnan tudjátok, hogy fiatal? Várjál, még csak vázoljuk a teóriát. Ha? Pista bácsi vagy létezik, és ugye fiatal, ahogy rádióhallgatók tucatja gondolja azt, hogy átverés. Pista bácsi létezik, és olyan idős, mint amilyennek mondja magát, Lölkeim, ugye ő volt az. Lölkeim, aki bejelentkezett, és nem tudtuk eldönteni mi se sokáig, de van, akik azt írják SMS-ben, e-mailben, minden beszélgetés után,
hogy ő valóban létezik, és mi milyen rohadékok vagyunk, és egy idős emberrel így beszélni, és megbántani, és egyszerűen kérdőre vonni az ő, nem is tudom, létezését, és megkérdőjelezni az éveit, hát ez micsoda tiszteletlenség. Kaptunk nagyon sok ilyen SMS-t, hogy mekkora bunkók vagyunk, hogy így beszélünk egy idős emberre. Alapvetésben igaza is van az SMS írónak, de kérdés, hogy Pista bácsi, igen, most valójában melyik oldalon áll? Fiatal és bennünket átvert hosszú ideig, vagy idős? Állítólag ő valahol itt van. Itt van, és egyébként az egész sztorival kapcsolatban tényleg csak annyit mondanék el, hogy köztünk egyébként ez egy folyamatos vitatárgya, még a megszólalásokon kívül is. Nem csak adásban szoktunk erről beszélgetni, hogy vajon Pista bácsi tényleg egy idős ember, mint amilyennek tűnik, de abban az idős hangban mindig benne van valami kis kajánság. Mindig benne van valami kis él. Picit de mindig gyanús. Csalafintesek azt érzed, gyanús, hogy ez az ember meg akar vezetni. Igen. Mit tudunk róla? Ő ugye azt állította magáról, hogy 1926-27-ben született, ugye? És bárhányszor megkérdeztük egyébként, ő mindig emlékezett rá, hogy mikor született. Ez egy érdekes dolog volt. Ugye, igen, többször hívtuk, van, amikor váratlanul rácsörögtünk, van, amikor fölvette, van, amikor nem vette föl, de ha fölvette, akkor úgy szólt bele, hogy lölkeim, ugye? És tudta, hogy mi vagyunk, és nem esett ki a szerepből, ha ez egy szerep. És tudta, hogy mikor született, ami önmagában nem lenne meglepő. Igen. Mit is mondott? Októberben, ugye? Talán egy októberi dátumot mondott, október 5, október 6-án született, 1927-ben talán Megyehídon ezt mondta, és utána ezt bárhányszor megkérdeztük tőle, mindig ugyanezt a dátumot mondta. Tehát így nem tudtuk lebuktatni. Nem tudtuk megfogni, hogy bemondta volna egyszer július vagy augusztus, akkor össze tudtuk volna zavarni, de nem. Tehát van egy dátum, amihez ő vagy ragaszkodik, vagy nagyon beépítette saját magába. Így van. Ugye? Mi pedig megkerestük a megyehidi plébánost, ő pedig elhozta mondjuk a családfáját. Anyakönyvi kivonat. Igen, tegnap este 10-kor még ennek utána jártunk. Köztünk hogy oszlott meg ez a dolog? Ki mit mondott arra? Már nem emlékszem, csak tudom, hogy vitáztunk. Én azért mondtam, hogy kamu, mert a tájszólás az nagyon szép, csak ilyen nincs, amit ő használt, tehát a lölkeim például, azt így ebben a formátumban szerintem azt sehol nem használják. Igen, billegtünk, tehát valamikor egy pillanatra elhittük, valamikor azt gondoltuk, hogy kamu, aztán megint elhittük. Jó, most ne gyere velünk a Jánossal, te konkrétan benyaltad. Hát tehát megmutatnék hangfelvételeket, amikor tudom archívból mutatni a gyerekek. Szerintem büdös nagy kamuról van szó. De közben aztán volt olyan, amikor azt gondoltuk, hogy Pista bácsi, főleg amikor váratlanul csörögtünk rá, és nem tudta, hogy mi hívjuk magánszámról, fölvette, nem hallgatott rádiót, de beleszólt a vonalba, vagy a telefonba, hogy Pista bácsi vagyok, ugye? Igen, volt ilyen. Állítólag itt van valahol. Nem állítólag, hanem egész biztos. Te tudod már, hogy itt van valahol? Mert én is itt hallottam, amit mondogatják, de nem tudom, hogy merre induljunk. Én voltam az, aki itt van. Látunk-e idős embereket? Kérdezzük meg, hogy ő-e Pista bácsi? Ott áll, várjál, idős emberek. Nem is nagyon látok itt idős embereket, csak egy szúrópróbaszerűen meg tudunk-e kérdezni valakit. Hát kérdezzünk meg fiatalt. Áll itt veled szemben egy fiatal ember, igen. Hát, ha ő tudja, hogy a Pista bácsi létezik-e, vagy te magad vagy-e a Pista bácsi, és bevallod-e ezt? Hát nem én vagyok. Nem te vagy. Na, csinálják csak így. Lölkeim. Nem. Ez nem hasonlít, de nem teljesen ő. Mondjad, lölkeim. Nem érdekel. Te jó. Lölkeim. Nem így mondja. Hallottad már Pista bácsi? Igen. Lölkeim. Ez jó. Egyébként ez kicsit hasonlít, de nem ő. De azért dolgoz rajta, te jössz egy lölkei. Lölkeim. Ismeritek őt? Hallottátok adásban egyébként? Tehát ha hallottad őt, amikor bejelentkezett? Igen. Te mire tippelni, hogy egy idős ember, aki átvert minket, vagy egy fiatal, aki vagy nem idős ember, aki igazi, vagy fiatal, aki átver? Inkább középkorú, szerintem. Középkorú? De kamu, ugye? Igen. Én is inkább erre hajlanék, igen, hogy valószínű kamu. Na várjál, hát keresgélek még, akkor hát hagyd a férfiak között valaki, mondom, a férfiak között ne fussál elé, de szívem. Igen, de, és a lányok elkezdtek elrohanni, nem vagytok veszélyben, lányok. Lölkeim. Szó. Aha. Még egyet? Lölkeim. Nem. Jó, nézzük. Feri, egyébként siessél, mert hogyha esetleg... Mondja, Jani? Igen, sietek. Siessél, mert hogyha esetleg bemegy a sárvári gyógyvízbe, illetve termárba, tudod, hogy akkor mindenki megfiatal. Jó, tehát ránézésre nem tudod hozni. Próbáld. Lölkeim. Hogy van? Lölkeim. Na? Mondd még egyszer. Lölkeim. Ott van! Megvezetett minket! Ott van! Ő az! Pista bácsi! Kapjátok el! Pista bácsi, hello! Rohadt nagy kamu volt! Rohadt nagy kamu! Pista bácsi, hello!
Sziasztok, lölkáim, nem tudok mit mondani, hát tudod, ilyenkor kora reggel alig tudtam fölkárni, annyit is vén fájja. Basszus, abból akarok inni és enni az elkövetkezendő 40 évben, amiből Pista bácsi jelent, hogy a 20-as évek óta ilyen állapodon meg tudott maradni. És a telefon még egy kicsit ugye torzított rajta, most ez így élőben azért egész más. Pista bácsi, hello, hát te itt Sárváron? Igen, eljöttem, szárpusztok, sziasztok. Pista bácsi, inkább Pisti. Igen. Hol is születtél te, és mikor? Mondd még egyszer. 1927. október 6-án lölköm, valahogy így lehetett. De honnan van a dátum? Valami rokon született akkor? Hoppán, itt valahogy kitaláltam, nem tudom, hogy véletlen jött. Igen, és aztán ez rögzült, mert bárhányszor megkérdeztük, te erre mindig tudtál válaszolni. Ugye? Igen, de ugye amikor mondtátok, hogy próba kedvéri rám csörögtetek, azt találgattatok, hogy esetleg más telefon lehet. Na hát ugye ennek az a rejtély oka, hogy mindig ismeretlen számot írt ki. Akkor tudtam, hogy ti vagytok. Ugye hallgattam a rádiót, na megcsörögjük Pista bácsit, ismeretlen szám, azok ti lehettetek. Na volt olyan, hogy haver hülyéskedett, felhívott ismeretlenről, azt úgy beleszóltam neki, akkor jót nevettünk, de ugye ez így alakult. Te hónapok óta készenlétben vagy, és amikor 6 és 10 között magántelefonszám hívott, akkor azonnal így szóltál bele? A fenét, általában az a privát telefonom volt a másik, ugye az... Aha, ja, hogy tudtad, hogy azon a számon csak mi hívhatunk privát számról. Aha. Hát végül is igen. Aha. És mi erre a sztorira voltunk rátekeredve a hónapokon keresztül. Gyanítottuk azért. Hallottátok, mi történik Kijevben a Majdanon? Nem, figyelj, szerintem ez a Pista bácsi, ez vajon ez kamu, vagy pedig tényleg annyi idős, amelyének mondja magát. Megverjük, vagy nagyon nagy. Ha már ott állsz, Feri. Na, ugye ez úgy alakult, hogy annak idején ugye haverokkal próbálkoztunk ugye játékba jutni, ezt a Balázs mondta reggel, hogy lehet jelentkezni gyereknek, idősnek, fiatalnak. Aztán hülyeség írtam, hogy SMS 86 éves vén fejjel játszani veletek. Ugye, Anna egyből hívott. Aztán, ugye ő hív, vagy ő szól bele először, tök kedves hangot, hogy Pista bácsi, tényleg te vagy az? Hát mondom, hát szerencsétlen, de van olyan aranyos, hát mondom, muszáj ma úgy visszaszólni, mondom, én vagyok az. Hát édes Anna, mondom, szegény, hallottam, kemény, hogy szinte szerencsétlen, tényleg tündéri, mert tényleg tündéri. Mondom, hát ez szerencsétlen csöpök Pista bácsi miatt. Hát mondom, biztos annyira szereti az idősebb korosztályt, azt így folytattam. Ugye akkor hívtatok, hát mondom, most már visszaút nincs, na mondom, akkor megpróbáljuk. Ugye akkor elindult egy lavina, azt így alakult az egész, hogy szórakozunk, azt egyszer Anna... Ja, és rajta maradtál akkor ezen az utazáson, aha? Tehát először az Annád, aztán minket, és utána már kicsit beleragadtál ebbe a szerepbe. Persze, Anna hívott egyszer, hogy játszani kellene, vagy nem tudom mi. És mondtam neki, de mondom, Anna, lebuktatnám magam, mert már tök sok egyka terjeng a környéken. Elkezdett, ne, vigyük azt a karakter tovább, aztán ugye így maradt meg tovább is továbbcsi, úgyhogy próbáltam bár belőle kilépni, de nem sikerült. Basszus hihetetlen, és még intéztünk neki aranyérkenőcsöt, kerekes széket, belépett a súlyfürdőbe. Igen. Tehát volt egy pont, amikor az Anna már tudta? Persze, mert egyszer volt olyan, hogy felhívott Anna. És gyerekek, mit kap az Anna, ha visszamegyik? Várjál, reggel beszélünk. Kollaboráns! Áruló! Mondja, Pista bácsi? Mondom, de hogy is mondom, én vagyok az Balázs, de mindjárt szólok neki, aztán mondom, papa, gyere ide! Aztán akkor beleszóltam, hogy itt vagyok, lölkő, megjöttem, mit akarsz? És akkor az Anna hónapok óta összejátszó veled, hülyén röhög a stúdióban, amikor mi még mindig találgatjuk, hogy te eredeti vagy nem. Bocs, Anna, innét kérek bocsánatot, de igen. Azt a mindenit, gyerekek, az Anna cinkos társaivá válik ki a hallgatóknak. Ki az Anna, a tégla? cinkos társává válik a hallgatóknak velünk szemben. Jó, Pista bácsiról rögtön fölteszünk egy képet a Facebookra, jó? Mert már látom az SMS-ről, hogy mindenki hiányolja. Most már késő. Hogy mutassuk meg Pista bácsit, mutassuk meg, látni fogjátok. Egyébként nem sokára, ha valaki lájkol minket a Facebookon, akkor ott lesz a kép. Hát valójában tényleg nem egy 80 éves idős emberről van szó. Szóval mivel foglalkozol egyébként? Én kamionos vagyok. Végül. Kamionos vagy. Na jó, hát figyelj, nem tudod elképzelni, hogy a Facebookon, meg a Morning Show oldalán, meg itt az SMS falon, az leginkább az első telefonbeszélgetésünk után, még a Csabinál 11 órakor a kívánság műsorú, és azon ment a vita, hogy te igazi vagy nem. És egymás nagyon durva anyázása egyébként. Tehát valami olyan vitát generáltál, amire mi se számítottunk. Hát erre én sem számítottam, megmondom őszintén, de bevallom, hogy szeretem a hülyeséget, éppen banga vagyok, mint ti vagytok itt hárman. Úgyhogy banga? Jó. Jó, visszaszívom, nem? Én csak kérdeztem, hogy bangák vagyunk-e mi. Egy kicsit lököttek, na.
Figyelj csak, 8 éves kislány hangot is tudsz hozni? Megmondom őszintén, volt arról szó, hogy játszunk, vagy egyik haver mondta, hogy mi lenne, hogyha kislányként jelentkeznék be. Azt, hogyha gyanús leszek, akkor megkérdezitek esetleg, hogy ki a segítség, aztán mondanám, hogy Pista bácsi, hogy egybe lebuknák, de nem próbálkoztam ilyennel. Jó, gyerekek, több minden kiderült ebből. Egyrészt, hogy Pista bácsi nem igazi, kettő, hogy azért az Annára nagyon kell vigyázni, mert az Anna úgy árul el minket, és játszik össze a hallgatókkal egy fél kiló kenyérért, és hónapok óta nagyon röhög rajtunk, hogy azért ez tanulságos, tehát vigyázni kell. Holnap el leszünk a stúdióba, kis igen. Csillag, csak mondom. Írj egy hallgató, bünti lesz. A Kennedy gyilkosság ehhez képest nyílt titok. Akkora rejtély volt fél ez. Fél kiló kenyeret mondtál, azt mondta, hogy kamionos, valószínűleg valami török bőrkabát lehet a dolog. Leesett 4 laptop a kamionról, és igen, a Ponyinszki családot ezzel szépen megvásároltad. Na jól van, Pista bácsi. Még amint ugye, aki volt, a Dezsővel fröccsözgettünk, tudod. Vagy hát tudjátok, amit erre nem annyira Dezsővel való fröccsözés. Amikor a Józsival meleg szendvicseztek, az viszont megvan. Na, ugye ő az én főnököm, úgyhogy nem tudom, most aztán lehet, egy zöld kamionnal járkál a Falkóba, Szecsüri Dezső általában. És mert remélem rászakod az ég délután, amikor felül a Danu tetején. Na, hát ez csak nagyon... kimossa az eső. Na, de jó, van, az jó van, és a kutyád is sártuljon le, a tehi meg dögöljön meg, az asszály meg vigye az egész termést. Na, igen, az további szép napot kíván. Az asszonyát meg kapják el égen. Na jó, van, hát ez egy szép kívánság volt. Pista bácsi, köszönjük, hogy itt voltál, vigyázz magadra, jó? Köszönöm szépen, ez a kívánság, az kedvességből szólt különben. Hát örülök, hogy láttalak benne. Egy legendával kevesebb, egy 21. századi rejtély, a Bermuda háromszög, a Kennedy gyilkosság, és vajon az igazi volt a holdra szállás után, kihúzhatjuk Pista bácsi rejtélyét. Igen, a Chemtrail és a Harp és a Bildenberg csoport után Pista bácsi rejtélyét sikerült lerombolni. Most már csak 15 rejtély kell megoldanunk, és vége. Így van, most már csak kettő maradt, hogy a CIA intézte a Kennedynek a lábalól való eltevetelét, illetve hogy én fecskét vagy boxert hordok, ez a kettő maradt nekünk. Nem, azt tudjuk. Az egyikről a következő megszólalásban lerántjuk a leplet. Igen. Jól van, van egy játékunk, ugye egy fagyi evő verseny, több is lesz egyébként, van aki... Atya úristen! És még csak fél nyolc van. Ugye ez ajándékokért megy, a fagyi evő verseny lényege tulajdonképpen annyi, hogy kap mindenki 3 gombócot, 2 vagy 3 játékos lesz. Aki leküzdi a fagyifájást, az agyán kirobbanó személy keresztül jövő balagyféltek és fájdalmat, és leggyorsabban megeszi a fagyit. Így van, az indulhat a vízipók szájjal elkapó versenyen, a lábmosóban. Az ajándékot kap. Mi az ajándék? Nagy ajándék. Az ajándék, az valajándék van. Páros fürdő belépő, tehát olyanok jelentkezzenek, akik vagy sárváriak, vagy szeretnének idejönni, és örülnének egy páros fürdő belépőnek. Így van. A páros egyik tagja egyébként Zoli lesz a technikusuk. Csak így készüljetek. Igen, őt kell elvinni. Jó? Úgyhogy... Hírek után ezzel folytatjuk, jó? Ha valaki szeretné jelentkezni, azt tegye meg. Lesz majd olyan játék is, amikor a víz alatt, a víz mellett, a víz tetején, közben... A víz gyakorlatilag minden egyes rétegében. Jó, inkább ránézek a papírra. Szóval rohacserélő versenyt kell majd végrehajtani a vízben. Vízbe úszni, matracon evezni. De két nő a két bikinit? Hát, egyébként az nem lenne rossz. Nem, nekem ez tetszik, ez az ötlet. Figyelj, tudok, akarok. Igen. Két nő bikinit cserél a medence szélén, míg a másik oldalon két férfi pedig úszógatján. Aha, még közben két férfi smárol a másikon. és az egész, hogy természetesen HD minőségű videót fogunk készíteni, amit felrakunk a honlapunkra. Nem, a ruhacsere verseny az arról szól, hogy mindkét pár nyakig elmerül a medencében, ahol ugye pólót cserélnek, a pár két tagja elindul, vagy az egyik elindul a medence egyik oldaláról, átevez a párjához, ott lecseréli a ruhát és visszaevez, míg a másik pár, az ellenfél ugyanezt végrehajtja a medence egyik oldaláról a másik oldalára. Eredetileg úgy lett volna egyébként, hogy a cseré papucsot Janival betérkedően, de senki nem ilyen. Igazából ketten jelentkeztek, de ők is vaktában, aztán látták a papucsot, és azóta már a fürdő területét is elhagyták. Így van, illetve az egyik bácsi sajnos vissza kellett vinni a terápiára, pedig ő nagyon akart ezt a papucsot, igen. Hiszen a gyerekkorára emlékeztette. Igen, egy néni jelentkezett, de ő is azt mondta, hogy akkor inkább a nyaki súlyfürdő, és visszavonult egy gerinc tornára. Úgyhogy fagyi elvő verseny, jó, és Óven bácsi Beru néni, ez lesz, mind a kettőt a helyszínről választjuk, ha valakinek pedig van friss közlekedési híre, az pedig írjon nekünk.
Jó, írja nekünk egy hallgató, hogy gondolkodjatok el rajta, hol rontottátok el, Anna velünk van. Tehát Annát hát, már kisajátították a hallgatók. Megvették, megvásárolták, elszerették. Úgyhogy holnap egy komoly elbeszélgetést kell majd folytatnunk vele. Ugye? A János, a popsizás, amit már oly rég beígértél az Annának, az most mehet. Figyelj, Feri, te botlaksz Annai közelébe, észrevettél az életszínvonalukban valami változást az utóbbi néhány év? Megvettek egy szintet a lakótelepen, volt valami ilyesmi? Volt olyan, hogy Feri, nézd ezt az új Music Centert. Nézd meg az új, nem tudom, milyen Blu-ray lejátszónkat. Nem volt olyan, hogy azt mondtad, hogy lemegyek a közérbe kenyérért, tejért, akkor azt mondta az Anna, hogy nem, lemész a közér tüngbe. De fölhozatom a komornyékkal, ha akarod. Gondold el, miket biznisz elő ott. Hogy tesz adásba játékosokat? Hogy dönti el, hogy ki játszik, ki nem? Micsoda háttéralkuk születnek ott? SMS-ben köpjétek már be az Annát, tényleg, hogy ki mit adott azért, hogy mondjuk játszon egy fekete-fehér igen. Kimivel vette meg, ha Pista bácsinál azonnal elárult minket, és hónapok óta tudja az igazat. Hihetetlen. Amikor a múltkor mutatta, és akkor már el kellett volna kezdenem gyalakodni, amikor a múltkor megmutatta azt a brillköves csiklopírzik. Igen. Többenet volt arra. A piercing idegen szó, nem baj, ha nem érted 8 évesen, hagyja. Na jó van, 12:01 jönnek a hírek után jövünk vissza. 3:48 lesz pontosan. Hát satszolok, gyerekek. Há, 3 perc múlva? Jó vagyok? Hát 4 perc múlva, 3:48 lesz. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága sárváriak, jó sokan vagytok itt a Sárvári Gyógyis Termál fürdőben. Igen, vagy ahogy mindenki ismeri, a Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben. Így van. Ahol is elérkeztünk a 21. századi rádiózás egyik legnagyobb játékához. Jó, ide jó lesz, izgulok. Sokan dolgoztunk rajta, mire ezt kitaláltuk. Hihetetlen meló van benne. Gyerekek, geggértekezletek ezrei. A játék neve. Brainstormingok. A játék neve. Edd meg a fagyit, de gyorsan. Azt a mindenségét, és nem volt egyszerű az eredeti anyagot a Csepülapú Gondyola 1978-as adásába kikérni az MTV archívumából. Ne és jó, mi van a cím mögött, érted? Mi van a cím mögött? Köszönjük az egykori intendáns úrnak. Érted? Edd meg a fagyit, de gyorsan. Hát micsoda mélység van ebben a játékban. Fagyévő versenyünk nagyon egyszerű. Kap mindenki. De mindenki? Tehát a játékosunk már csak mindkinek tudnánk adni. Többen örülnek. 2-3 gombócot. Vagy négyet. Azt a mindjárt. A betyárját, ugye? Hova tovább? Aki a legelőször megeszi a fagyit, ajándékcsomagot kap. Te durva! Öcsém! Avatar 2! Hol, ki az a James Cameron? Hallod? Hát gyerekek, megérkeztek a gombócok. Azért nézzétek csak meg, rohadt. Milyen szép gombócok. Hello, te csináltad hát, őket? Igen, én. Nagyon ügyes vagy. Nagyon szépek ezek nagyon. A gombócok. Hát, mutatós kis összeállítás, nem, rossz érzem. Kis. Igen, egy szőke hozta ezt lány, igen. Meghozta nekünk nem, a gombócokat. Szerintem ő a fagyislány. Ja tényleg, itt egy lány. Igen. A cukrászdában. Nagyon jó. Hol van ez a cukrászda? Hova menjen a János 10 után? Hát itt belfőbe járatnál, és ott jobb oldalon. Aha, nagyon jó. Már így is 8-as a cukrad, Jani. Ne vidd. Nem, most a vérnyomása lett nagyon magas, nem a cukra. Jól van. Hány gombócot kaptunk? 4 gombócot kaptunk. Uh-huh. Az esernyő az nem ehető, ugye? Mondjuk ezt a játékosainknak. Az nem. Tehát ne higgyesek, hogy ez marcipán. Azért külön jár egy ajándékcsomag. Igen. Végülis azt nem megenni nehéz, hanem majd, amikor ugye másik oldalon érkezik. Jó, kik a játékosok? Mert a fagyi közben nagyon gyorsan elkezdett olvadni. Na kérlek szépen. Azt gondolom, hogy itt van egy fiatal ember, ő már jelentkezett. Gyere, egy törölközős. Szereted a fagyit, édesem? De mehetem, mert te érzékeny vagy. Oh, édesem, te érzékeny vagy. Ki az, aki jaj, nem teljes vagy. Érzékenyes? És gyerek. Édesem. Te nem vagy te érzékeny? Gyere. Fagyi érzékeny vagy? Nem. Bent van, biztos vagyok benne, nem? Tehát olyan is, amit te is ehetsz, azt én fizetem neked, babám, jó? Na, mi a neved? Bendegúz. Jó, ide jó, egy igazi zsivány Bendegúz. Bendegúz. Ő jó lesz, és akkor egy lányt válasszak. Jöjjön még. Egy lány, na, persze. Bár szerintem te maradhatnál játszani, na minden. Azt mondja, kék türcsis hölgy, gyere. A férfi, meg van a férfi neve? Ádám. Ádám, a hölgyé. Adri. Adri, Bendegúz és Ádám. Micsoda összecsapás. A nyeremény mondtuk már?
Hát, na, Bendegú, hát... szereted a készpénzt, a gyors autókat és a jó csajokat? Mert ezeket nem lehet sajnos nyerni. Viszont, viszont, amit lehet nyerni ezzel a kis fagyi evő versennyel, páros fürdőbelépő, de nem mára, hiszen már benn vagytok. És nem ugye? A hülyeség hát, legyen. Kiadna úgy belépőt, hogy már is vagytok a belépőnekbe. Hát azt hittétek mára, de nem. Páros fürdőbelépő, valamikor, amikor visszajöttök, vagy itt jártok, akkor bejöhettek, és egész nap ingyen fürdőzhettek. A páratokkal, baráttal, barátnővel. Jó? A fagyevés tulajdonképpen nem szól másról, mint hogy kihajítjátok azt a kis esernyőt. Mi van? De, hát csak figyelek. Hát vajon, hogy, vajon hogy kell fagyit enni? Most várjatok egy tollat papírt, jegyzetelek. Versenyünk nagyon egyszerű. Aki a legelőször elfogyasztja a három gombócot, vagy inkább négyet, ahogy látom, az kapja meg a páros fürdőbelépőt. Töltsét meg kell lenni. Szerintem fogjon el teljesen. Igen. Nem? Aha. Mi addig elmondjuk a híreket, elmondunk még egy témát, visszajövünk a naphallgatójával, mert látva ezt az adagot... Elindulunk Budapest. Elindulunk Budapest, és valamikor a Csabi majd ilyen 12:30-kor visszakapcsol ide a wellness hürdőbe, és elmondja, hogy ki lett a nyertes. És emelem a téteket, az, aki az esernyő nyelével a gyomor felé nyeli le, az két ajándékcsomagot. Na jól van. Kezdjétek el enni. Na jó? Kérem szépen, 3, 2, 1, rajta. Bendegúz, add ide, majd fogom én, mert látom, te kétkezes vagy. Jó a fagyi? Igen. A teleszájjal nem beszélünk, Bendegúz. Bendegúz, édesem, ő a kicsit aprót halad. Addig egy Óven bácsit, Berú nénit szerintem egészen nyugodtan hát, így van, egy hármas ugrást is, tehát hogy ami belefér, egészen nyugodtan lejátszhatunk. Amíg pusztulnak a mandulák. mert hogy ebben még van, de ez legalább egy 3-4 perc, ahogy látom. Hát azért ott a fiatal embernél fogy a cucc. Igen. Aha. Kinek szokott fagyifájása lenni? Ki ismeri azt az érzést, mert mindig egyedül maradok ezzel. Soha van senki... fagyifájásod? Ugye, hogy van fagyifájásod? Ugye, hogy van egy ilyen, a kis agyféltekét előre nyomul, kigúvad a szemed, és úgy érzed, hogy egy vérömleny kerül az agyadba, és az így jön előre, és csak fáj. Ez szokott nekem lenni. És utána jön a migrén, az ájulás, és az újraélesztés. Higgyétek el, hogy nem kamuzunk. Ez egy létező dolog, amikor a hideget eszed, akkor létező dolog. Van, aki nem érzékeny, van, aki érzékeny. Nekem van fagyifájás. Nem, képzeld, hogy az agyad elkezd. A fogad? Igen. Válaszolj már, ha kérdeznek. Ja, hát hülye vagyok, ha játszol. Ott van. Ott a győztes. Elfogyott. Gyerekek, ez egy perc alatt megenni 4 gombócot, azért az egy komoly teljesítmény. Itt azért van tehetség, illetve hát valószínűleg irigy testvér volt gyerekkor. Igen. Vettek a szüleit fagyit gyerekkorodban? Akkor azért van edzésben. Kis Bendegúzunk, hogy áll? Hát ő még nyalogatja, azt hiszem, a második gömbnél van. Neki elég a fagyi Bendegúz, milyen ízlik? Jó fagyit hoztunk legalább? Igen. Melyik gombóc a legfinomabb? Melyik a legjobb ízű? Hát még nem tudom. A csoki volt a legjobb. A csoki volt a legjobb. Jól van, van egy ajándékcsomag, amit te megkapsz, illetve van egy páros fürdőbelépőd, jó? És hát egy... És egy nagyon helyes kis esernyő. Sárvári vagy egyébként? Sárvári vagy? Nem. Kisfaluból jöttem Sárvár mellől. Jó, akkor a páros fürdőbelépő nem kell sokat utazni, tehát akkor valamikor be tudtok jönni. Csörögjél majd, mert akkor úgy készülök tényleg akkor, hogy nekivetközök, nekiöltözök, Balástól kapok valamilyen modernebb cuccot, és már itt is vagyok. Nincs itt baj. Találkozunk a nagy medence mellett velem együtt, hogy nyerted a páros belépőt. Rendben. Jól van, átadtuk az ajándékokat. Jó, köszönjük szépen. Köszönöm. Most már te nyugodtan egyétek meg a fagyit, nem kell rohanni, mi pedig Óven bácsival és Berú nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Berú néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berú néni. A párafan csalogányai. Hello. Köszönjél, Balázs, neked köszön. Hello. Láttam, a Feri váratlanul kiragadott. Igen, ő lesz a játékos, még nem tudja. Igen, megállt a szíved egy pillanatra. Milyen ajándékcsomagot, milyen rendes vagy, Feri bácsi, mondjad ezt? Milyen rendes vagy, Feri bácsi? Hát az, hogy ki ajándékhoz juttatom. Hogy hívna? Edith, honnan jöttél? Rábapatyról. Rábapaty, hát az nincs olyan messze, nincs. Nem? Ugye, tudom, hogy az itt van a környéke. Mit csinálsz, tanulsz? Igen. Mi leszel majd, Edith? Pékcukrász. Jani, hát nézd meg, mit választottam. Már nem úr, hanem cukrász. Igen. Pékcukrász. Pont ezen a héten volt egy hallgatónk, akinek másnap volt az első munkanapja pékként, egy helyes női hallgató. Szerintem ő már túl van. Azóta reméljük, hogy ügyes volt és megoldotta a dolgot. Jól van. Óven bácsi, Berú néni, szokott ez neked menni, Edith? Nem, soha. Az jó. Na, ez biztató. Remek érzékkel választottam. Ez azért jó, mert innen már csak felfelé vezet az út. Igen. Vannak, akik segítenek? Egyedül jöttél, vagy van, aki segít? Itt van a tesóm is. A tesód is. Gyere ide, tesó, jó? Légy szíves, ne szégyellősködj. Szia. Itt a tesó is. Szia, honnan jöttél? Várjál, ránézésre megmondom, rábapatyi. Rábapatyi.
Hello, te is munkából azt mondom, hogy szülted ki magad, de ezt nem érde. Szakadtál el, vagy suliba még? Én már munkából. Munkából, te mit csinálsz? Irodában dolgozom. Irodában dolgozol. Na, hasonlítotok egymásra egyébként, abszolút. Egy cukrászat pékség irodájában? Nem. Igen. Jól van, lányok. Figyeljetek ide. Óven bácsi Berúrin, tudjátok, miről szól. Meg kell fejteni, hogy mit énekelnek, jó? Nem lesz túl nehéz, ígérem. Mutatjuk először, mit csinálnak. Ez még kicsit... Pisztrángozni. Ők is fürdőbe látogattak. Ez nagyon, nagyon szimpatikus. Jó. Ahova mi megyünk, oda jönnek ők is. Lehet, hogy itt ülnek valahol a gyermekmedencében? Itt a sárban. Jó, úgy a sárban a fürdőben. Oké, mutatjuk, lányok, figyeljetek, jó? Próbáljátok kitalálni egy rövid részletet, a többiek ne súgjanak. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyeljetek. Lennájnána. Jó, nem ér sugni, senki ne sugjon. Senki nem tud. Ne, de megvan, én tudom. Ebből van, mindenki tudja. Tudom. Tényleg? Igen, csak te nem. Nem, mutatjuk még. Te primitív vagy. Nem mondtam, ezt nem mondtam. Magyar, annyit segítek. Legalábbis én úgy vettem le. Jó, egy magyar előadót kell kitalálni. Mutassuk még egyszer, lányok. Nagy a tanácstalanság, figyeljetek. Lennájnána. Nem a ti korosztályotok, finoman szólva. Edith, mikor születtél? 93-ban. Jézus, Atya akkor Úristen. Már nem is volt meg ez az előadó. Én már gimnazista voltam, amikor te születtél. Az azt jelenti, hogy a lányom lehetne. Jézusom, nem akarok belegondolni, mert szorongani kezdek. Nem ér sugni, nem sugunk, mit nem mondtál? Sugunk, nem sugunk. Nincs baj, baby. Ja, nem sugunk, most mondtam, mondja. Mondtam, hogy nem sugunk, mert megöljük a játékot. Nem a játékost. Igen, a játékost. Most már csak az előadót fogadjuk el. Sikosef Tamás. Ki sugta meg? Edith, ez így eszünkbe jutott. Edith, vagy őszintén, hallottad valaha már ezt a nevet, vagy ezt most hallod először? Most hallottam először. Annyira láttam rajtad, amikor ezt így lesugták, így kikerekedett a szemed, és az volt benne, hogy na ő vajon ki? A Holdról jött, vagy ki ő? Ami azért is izgalmas, mert az elmúlt években, hát az volt róla néhány hír, ugye, hogy a Republikban kezdett el énekel. Jó, hát ez 93-as születésileg. Persze, nem baj az. Tomi, ha hallasz, most minket dobj egy felest, aztán minden elmúlik. Ennyire öreg vagy. Megmutatjuk, lányok, az eredetit csak a rendkedvéért. Jó, így lehet, hogy azért beugrik. Figyeljetek! Megvan, mi? Gyerekek, ez valamikor sláger volt. Nem is meg, akár mekkora, ugye, hogy azért... Akkor is voltak az bajok. Igen, van honnan építkezni, mélyről jövünk. De hogy ez tényleg, ez egy nagy, nagy sláger volt. Oké, csajok, na, fogalmatok nem volt, de ez megbocsátható bűn egyrészt a korotok miatt, kettő, mivel kitelepülés van, komoly tétje nincs a játéknak, ajándék csomagot nekik. Jó? Bögre, óra, mit szeretnétek? Bögre. Jó. Akkor óra. És te? Akkor... Én óra. Igen, de csak egy ajándékcsomag van. Jó, akkor hozok egy bögréset. Jó, legyen egy bögrés. Jó? Jaj, de jó, hogy kicserültük egy frissebbre. Nem ez az eredeti Kós János kislány, az ongor. Az tényleg meredek lett volna. Az nagyon. Ügyesek voltatok, lányok. Jól van. Miért hazudsz? Nem. Ne, ügyesek voltak. Aranyosak voltak, persze. Akkor a rohadék vagy te, Feri. Hát nem tudták, hát összesugták neki, de hát az ilyenkor előfordul. Jól van. Én a kisrácnak, aki te érzik, én még ígértem egy frizbit. Megkapta? Megkapta. De jó, jó, aláírjuk még. Jó, ott van a frizbit. Jó, ez egy összehajtható, csak mondom, tehát ezt el lehet tenni zsebre, vagy mutasd meg a haveroknak, hogy zsebre teszed, nekik ilyen nincs. Kipattintod, és úgy lehet vele dobálni. Óvónéni, tanárnénit vidáman bosszantani vele, ez egy nagyon menő dolog. Mindjárt aláírjuk neked. Feri bácsi pedig ígért nektek 20 liter laktózmentes. Van, és tartom is, a Jani fizeti, én hozom. Igen. Nem, figyelj, megkérdezzük, ha van olyan fagyi, amit tehetsz, akkor elintézzük egy 5 gömb. Látom, anyukát 4. 3. 1. 1. Nehéz dolog ez nálunk is egyébként. A Beni ugye lisztérzékeny, ez a te érzékeny, lisztérzékeny, annyira nincs még erre felkészülve a magyar szolgáltató ipar gyerekek, hogy se menj. És az ilyen sisima gyümölcsfagyi is abban is van? Nem, hát attól függ, hogy mivel készül. Aha. Nyilván. Tehát, hogyha víz alapú, meg tej alapú, víz alapú, akkor egészen jó. Például a citromfagyik, azok általában víz alapúak. A gyümölcsfagyik sokszor víz alapúak, azt teheti nyugodtan, de például nem gondolnád, hogy aki lisztérzékeny, az például nem lehet felvágottat, mert hogy abban van glutén. Tehát, hogy őrület. Egyébként most már azért a bioboltok egyre jobban felkészülnek erre, de ami például ugye, nem tudom, hogy számos országban ez most teljesen alap, hogy tejérzékeny, lisztérzékeny, ez még Magyarországon bemész egy sima átlagos boltba, teljes erdő. Így egyébként. Van. De Feri, te tudod a legjobban, hiszen kulináris hallaló Uber császál Napóleon vagy, hogy, hogy a jó szorbé az ugye vízzel. Az vízzel alapú. Igen, de hogy mekkora teher ez egyébként tényleg a szülőknek, hogy ezt mi is tudjuk pontosan, hogy az óvodától kezdve, a babazsúrokon keresztül, a kisbarátoknál mindenhol erre odafigyelni, ez egy komoly dolog.
Te ezt nem hiszem el, hogy 3-4-8 után neked itt kellene. Mi van? Nem tudsz aludni? Na, őt nézd meg! Spandex gatyával abbázi, Csabi. És a fölsőmet ad vissza, basszus, ugyanilyen befúg. Te mi van? Szevasztok, jó reggelt. Hát láttam, hogy itt vagytok, benézem. Mit csináltok itt? Még most indultál el, és már leizzadtál, vagy ez már a vége? Medence téren keresztül jöttem, és megbotlottam. Sajnos beleestem a vízbe. Az van, hogy a... Nem hívtátok még a nyertest. Melyiket? Hát aki megkapja, vagy a tévé. Nem, jó. Az 10 előtt hívjuk. Mert tegnap elfelejtettem az Annának csatolni szolgálati közleményt, szavaztok. A tegépeden van, Feri, jó? Mivel az Annának. Ja, ezért csak teredes vagy. Ezért futott meg Budapestre. Budapestre. Szavaztok. Hello, vigyázz magadra. Csabi, futómedve. Nyújtsál is. Nagyon jól néz. Figyelj, de nem hiszem el egyébként, a fölsője egy az egybe az enyém, és a cipője is. És már fut. Hanyasba öltöztél ma, 104-esbe? Na jól van. 5 perc van, pontosan 8 óra, jönnek újra a hírek, a hírek után itt vagyunk mi is. 4:09 lesz pontosan, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, még mindig itt vagyunk Sárváron, a Sárvári Tármál és Dombúgy fürdőben áztatjuk magunkat. A Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben. Itt vagyunk a helyszínen. Ki már ugye fürdőruhában áthatva magát a napozás kellemes élményének, ki pedig még mindig ruhában. Nyilván ők azok, akik ugye hát nem fürdőruhában akarnak elmenni dolgozni, csak idejöttek, találkoznak velünk, ugye kihasználva a lehetőséget, hogy 10:30-ig ugye be lehet jönni ingyen és bérmentve, és utána pedig elindulnak dolgozni, iskolába viszik a gyereket, tehát sokan sajnos nem tudják megmártani habkis testüket a medencében, csak bejöttek minket megnézni, de mi ennek legalább annyira örülünk, mint ha valaki megmártózna a gyógyfürdőben. Még víz, csak úszók. Kinderwasser, nicht kövér felnőtt. Amit szokták volt mondani. Ja, gyerekek, annyi közlekedési hírünk van, hogy egyet sem akarok beolvasni. Túl sok van. M5-ös 133-as kilométer baleset Szeged felé, körülbelül 4 kilométeres már a sor, aki tud, kerüljön. M2-es zöld Suzuki Trafi, illetve a Kosdi felüljáróról is bujkálva mérnek, mindenki vigyázzon. Kisteleknél van egészen pontosan ez a baleset Szeged felé, úgyhogy aki tud, kerüljön az M5-ös, ahogy mondtam, Gábor is elküldte nekünk, hogy nem mozdul a sor, hatalmas baleset, hatalmas dugó. Baleset a négy sávoson, Mikepér irányában, írta nekünk egy hallgató, Nyíregyháza és Nyírtelek között a 38-as főút, hatalmas baleset, út lezárva. Hú, gyerekek, ez ma megint egy ilyen, nem tudom, hogy a front vagy valami, de van, amikor tök nyugi van, amikor meg annyi baleset van, ráadásul mindegyik elég rossz kimenetelű, hogy vigyázzon mindenki, mert ma nagyon sokan kicsit indisponáltak, ahogy látom. Trafipax az M3-ason Budapest felé a 220-as kilométernél, ott van egy építkezés, visszalassítanak mindenkit 80 kilométerre, persze azonnal beálltak fotózni, és a Mogyoródi út lépésben járható a Kerepesi út felé, ezt Kovis Sanyi küldte nekünk. Ezt észrevettétek ti is, hogy valamikor teljesen balesetmentes nyugi van, amikor meg így van valamilyen ilyen hát kollektív. Ez szerintem ez a meleg, ugye? Ami hogy egy ilyen, igen, ami érkezik, vagy front, és egyszerűen úgy kell föl mindenki, hogy kicsit indisponáltabb, aztán van olyan, amikor meg szinte egy baleset sincs reggel 6-tól 10-ig. Most meg egyből bejött öt. Az M5-ösön tényleg útlezárás van, úgyhogy ott mindenki próbáljon kerülni, valószínűleg azt még sokáig meg se nyitják, mert hogy ott tényleg nagy baleset van. Csak a hátam mögött álló kedves hallgatóinknak mondom, hogy nem a Lidérc mozgatja a széket, hanem kitakar a támla. Azért nem látszódok. Milyen táblat akarok? A tábla. Ja, tábla. Ja, tábla. Igen, mert jönnek folyamatosan az SMS-ek, hogy Jani honnan beszél, itt ül vele. Igen. Nagyon forog az a szék, de vajon mi van benne? Te nem tudod, te a Magic Chair-ben ülsz, barátom, a Magic Chair. A beültettünk a Magic Chair-be. Na, ajánlok egy játékot nektek, jó? Ja. Na, jó. Természetesen van. A fogadás tétje pénz. Mindig. De csak játék pénz. Birítsd a lóvét. Öt vagy tíz. Köhögd a gubát Balinak. Jó? Benne vagytok? Persze, Bali is köhögi a gubát. Ebben a részében nem annyira, de a másik az lecsegtető. Bali is köhögi a gubát, ha beletaláltok. A játék a következő. Beszélgettünk ugye kora reggel... Tartom! A magyar válogatott nyomorúságos, szánalmas és... Gyönyörű hát, egy gólos győzelmére. Hihetetlenül nyomorúságos meccséről. Tegnap 5 percet néztem bele, rémálmaim voltak. De tényleg, tehát hogy... Nem találok jelzőket, mennyire nyomorult volt az egész. De egy nagyon kőkemény, szoros meccsen, egy hihetetlen színvonalon legyőztük a brutálisan híres albán válogatottat. Egy olyan 11-essel, amikor is a magyar válogatott egyik tagja megbotlott a saját lábával, és a bíró könyörületből, hogy legalább a kiérkező 450 néző lásson valamit, befújta a 11-est, megadva ezzel a magyar válogatottnak, hogy legalább egy gólja legyen. Legalább annak örül, hogy szépen esik, hogy elhiszik neki. Fel, ez, ha ott ültél volna mellettem, bent a paplan alatt, fagyizgattunk volna, és közben néztük volna együtt. Oh, ne! Néztük volna együtt a magyar válogatott
teljesítményt, miközben én kapcsolgattam az Eurósport és az Albán televízió között, mert ugye úgy néztem, nem tudtad volna átérezni ezt, hogy örüljünk a magyar válogatott győzelmének, de nem erről akarok beszélni. Így van, ugye? És köszönjük szépen a bírónak, hogy így hálálta meg a 4 csillagos szállót. Így van, nagyon, nagyon jó. Legalább volt egy gól. Így elkerültük, ugye elkerülték a játékosok, hogy utána a 400 fős albán közönség meglincseljen valakit, mert legalább láttak egy gólt. A győzelmet nem kell magyarázni. Várjál, erre akarok kiukadni. Ugye ott van a mi szövetségi kapitányunk, aki ugye hát kommunikációs képzésben... Hol tényleg ott a termász? Itt láztatja magát mögöttünk. Kommunikációs képzésben vesz részt, bizony. Most már ugye egy ideje Batíz Andrásiknál, és ugye erről beszélgettünk, hogy hát tulajdonképpen van mit csiszolni rajta. Aki hármunk közül eltalál egy szót, ami benne volt a Pintér nyilatkozatában a meccs után, a másik kettő, kettő felett fizet neki. Hát, nehéz. Bele kell egy szót, de nem a rondát. Tehát most nem ronda szót akarok mondani. Ja, mert mi volt Pintér nyilatkozatában egy szó, ami nem az és, nem az a, nem az az, tehát nem ezek, ugye? Rendes szó. Ugye? Igen. Hát most mit nehéz, mert már ugye az Andrásik egy ideje foglalkoznak Pintér úrral, tehát azt már biztos nem mondta, hogy üstökkel továbbítsa, hanem hogy fejjel. Üstökkel tovább is bémek. Üstökkel tovább is köcsög. Ez már biztos nem volt. Tessék, egy szót mondhat mindenki. Pintér úr lejött, a Duna TV talán ő a riportere, vagy valaki elkapta, bal oldalán, mint egy ilyen cséplőgép, így kiköpött 4 kilónyi szotyit, odállt a kamera elé, és nyilatkozni kezdett. Mit mondott? Azt mi volt a nyilatkozat? Nem nyilatkozom, mert hiszen van nyilatkozat. Akkor én azt mondom... De egy tipikus szót, ami nem ronda. Jó? Mit, amit ilyenkor a szövetségi kapitányok az elmúlt 20 évből mondjuk mondanak. Tisztességes verebes, mészői, bárki. Egy szó. Tisztességes? De én azt mondom, hogy kötelező. Kötelező? Kötelező győzelem. Kötelező. Volt, igen, kötelező győzelem. Én azt mondom, hogy tisztességes. A kötelező, játék, de nagyon de nem kötelező... akarunk ilyen nagyon jellemzőket mondani, mit tudom én, amikor szokták mondani, hogy a magyar válogatót ma este harapós volt. Mert én mondjuk bevállalom, jó? Harapós. Tehát, hogy ami ilyen nagyon tipikusan pintéres, vagy ilyen nagyon tipikusan szövetségi kapitányos, én erre gondolom. Jó. Én bevállalom azt, hogy harapós. Hát, ha benne volt a nyilatkozatában, hogy ha harapós albán válogatott, vagy harapós magyar válogatott, a harapós szót megteszem. Megteszem tétjeimet a harapósra. Jó? Figyelj, szeretem a pénzt, úgyhogy én azt mondom, hogy albán. Igen. Jó, biztos mondta. Akkor legyen, hogy gól. Vagy legyen, hogy dzsúcsák, mert az biztos, hogy benne van. A fiaink. Hát szokták ezt mondani. A szövetségi kapitányok, ők a fiaik. Jó, tehát te megteszed a fiaimat, jó? Én megtettem a harapósat. Jani, te kitartasz a valami közhely? Könnyebb utat választasz? Tényleg kellene valami kicsit meredekem. Szerintem a kötelezőt biztos mondta. A kötelező győzelem, jó, kötelező igen. Kitennünk a szívünket is, a gyepre, meg igen, a, igen. Ilyen, mindent meg kell tenni. A gyep az nem rossz. A gyepen. A gyepen. Jó, én a harapós bevállalom. Tehát, te mit mondtál? Fiaim. Még a harapóssal én még nyerhetek, a fiaimmal esélytelen. Miért? Es, fiaimat fiaink nem. Remekül játszott. Persze. Hazánk gyermekei hősiesen haltak meg a gyepen. Hát ez nem így, hát szoktak ilyet mondani. A kapitány mondhatja azt, hogy az ő fiai. Na, Jani, mit mondhatott még egy szó? Aztán elolvassuk a nyilatkozatát. Nyilatkozott egyáltalán? Biztos, egy ilyen fényes győzelem biztos, után. Biztos, Batiz mondta neki, hogy ha kamerát látsz, mikrofon, ne ijedj meg, ne káromkodj, menj oda, mondja 3 mondatot. Nem? Aha, tehát ez csak annyi volt, hogy bocs, sietek, rossz helyen parkolok. Vagy hogy mi az anyádat akarsz ezzel a mikrofonnal. Na. Jó. Akkor legyen mondjuk az, hogy... Sajnos. Sajnos. Jó, hagyjad már. Jó, oké. Van egy Pintér nyilatkozatunk? Sajnos. Tehát fiaim, sajnos. Oké. Itt van a nyilatkozat. Megkaptam. Na. Húha. Sajnos. Mi volt? Fiaim. Harapós. Fiaim, harapós. Szeretem. Örülni kell a győzelemnek. Aha. Uh-huh. Hiszen ez egy átalakulóban lévő válogatott. Átalakulóban lévő gyerekek, ez már a Batíz. Igen. Ez már a Batíz. Tehát nem himihumizol meg. Nem, átalakulóban gyerekek, lévő, ez már, egy kommunikációs tréning kell. Meg azért, hogy ez de nem a megindultunk, lévő. Mint a messzes, meg mondtam a Pistának, menjen balra, átalakulóban lévő, ez már működik. De hát figyeljétek, egyébként megint bejött egy totális köszön, hogy az átalakulóban lévő. Tökéletes. Ez lehet rossz is, lehet jó is a lényeg, az, hogy átalakulóban. Tökéletes. Na,
amely ilyen összeállításban még nem lépett pályára. Aha. Valaki megtalálta a szabályt? Nem. Az albánoknak még helyzetük sem volt. Nem akartam az ígyszerre menni. Tehát, igen. De nehéz volt. Helyzetük sem. Érted ezt? Az albánok mekkora meccs lehetett. Igen. Ugye nem láttátok, de már látjátok, hogy micsoda 90 perc, micsoda fényes győzelem. De nehéz volt a védelmüket feltörni. A feltörni, de jó lett volna. Vagyunk, tényleg. Mert nagyon betömörültek. Aha. Ez is egy klasszikus szó, a betömörülés. Ezért inkább a széleken támadtunk. Aha. Itt még a nyilatkozatnak. Vagy arrébb hajtotta a riportert. Nincs tovább nyilatkozat, hogy mi inkább a széleken támadtunk, de sajnos a kapu középen volt. Ennyi? Csak ennyit mondott? Ennyit mondott? Nincs. Semmi dicsimnusz, hogy de semmi. Oda tettük tovább magunkat. Tovább folytköv a tanfolyam után. Serekek, senki nem fizet. Én annyira biztos voltam a harapósban. A harapós magyar válogatott. Nem fizetünk senkinek. Jó, hát akkor ez nem. Basszus. De hát ez egy semmit mondó nyilat. Hát nagyon jó, szép, hát most de... Jó, hát persze, ja. De szép, más szépeket mondott. A 11-es pont az nem szemben van a kapuval, szélen van. hogy rúgták be? Jani, én láttam azt a 11-est. Milyen volt? Sajnálat, 11-es volt. Valaki kiabálta albánul, hogy még kötöm a cipőmet. Döbbenet volt. Na jó, gyerekek, senkinek. Lehúz a flanelink. Ruhacserélő versenyünk a következőről szól. Két pár eljön velünk a medencéhez. Szóval ez ugyanolyan néz ki, mint a fagy is. Sokkal jobb. Jó, ide jó. A két párt szétválasztjuk, és elvisszük a medence egyik, illetve másik oldalára. De ne felejtsük el, hogy ez egy alakulóban lévő játék. A széleken fogunk távadni. Így van. Arapós albán válogatott a szemben. A pároknak az lesz a feladata, hogy beugorjon az egyik pár a medencébe, igen? Elevezzen egy bizonyos szállító eszközön a másik párhoz, a pár másik tagjához, kimásszon a medencéből, ott ruhát cseréljenek, igen? És az az ember, aki megkapta az új ruhát, beugorjon a medencébe, visszaevezzen a harapós albán válogatottnál középen, kimásszon a medencéből, és ott a nyertes. Gyönyörű. És a nő bikiniébe kell a fiúnak visszaúszni. Hát azért reménykedjünk benne, hogy nem mondjuk négy férfi játsza ezt a játékot, nem? Sikerült azért legalább egy vagy két nő lesz benne. Ha párokról van szó, akkor lehet, hogy azért a pár egyik tagja. Véleményem szerint lány lesz. Jó? Uh-huh. Megvannak a párok, Zsuzsi? Ott vannak már a medencénél? Megvannak a párok. Hát akkor. És mi lesz a vidám játék? Gyerekek, mindig mondom, hozzánk képest a játék határok nélkül. Igen, de ne felejtsük el, hogy ez egy balatoni szotdülős kis ismerkedő est. Ez egy formálódóban lévő játék. Milyen formálódó? Fogunk. Hetekig dolgoztuk. Hetekbe a vízbe, jó? Mert jaj, hagyjad már, de nincs ember, aki ezt a testet megpróbálná. Nem, meg tudná. Vagy az. Te sem menj a szélére, azért nagyon jön. Mondjuk én utána valaki ugrom. Valaki fogja a kezemet. Utána ugrom. Úgy fulladsz bele, ha ő ugrik utánat, hogy... Hol vannak a párok? Gyertek, csak ők legyenek bent, hogy itt ki tudjuk őket szedni a tömegből. Jó? Jani, ez a lábmosó, ne így áll bele, légy szíves, jó? Ja, basszus, azt hittem ez a nagy medence, én mindig ebben szoktam merülni. Azért mondtam, már láttam, hogy kezdtél letérdelni. Na, másszatok ide, menj nyugodtan, jó? Vedd már a papucsodat, Jani, hát mégis medenceparton vagy. Na! Hol a sípom? Hello, kit hogy hívnak? Sziasztok. Adri vagyok. Adri. Roli. Evelyn. Roland. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezt így elsőre megjegyeztük. Két Rolandunk van, nagyon jó választás volt, tehát két Roland, Evelyn és Adrien vagy Zoli. Igen, és ahogy kijöttünk ide a medence szélére, egy ilyen csípős északi szél így befújni látszik, de ez nem riasztja a játékosainkat, hogy vízbe ugorjanak. Mondjad? Skarcol. A Melbimbód? Az, azt látom, az kiveri a Jani szemét. Igen, de ne csépődj meg, nem néztem a jobb Melbimbódat. Oké. Okay. Szóval, az lenne akkor fontos, hogy a párok egyik tagja átmenjen a másik oldalra értelemszerűen, ha jól értelmeztem ezt a játékot. Igen, jó. Nagyon ügyes vagy. Tessék átmenni a másik oldalra. Jó. Jó, tessék? Nem kell fakultatív dolgokat kitalálni, nem kell átúszni, tessék átsétálni a medence másik oldalára. Mit csináltok, ha a fiúk útközben eltűnnek, elmennek sörözni? Semmit. Semmit, örültök meg. Találkoztam vele, nem ismerem. Tudtok úszni, lányok? Nem nagyon. De most ezt komolyan kérdezem. Nem nagyon tudok úszni. Milyen mély a medence? Hát egy 60 végül is. Hát ez mélyül igazából. Itt olyan egy 70. Hát akkor meg egy pont. De hogy most ezt komolyan nem tudtok úszni? Sikerült olyan lányokat bevezetni. Ez jó, de van úszógumi, nem? Valamit rosszul mondtunk el az elején, tehát medence, víz, úszás, ez van. Hulladás, veszély. Az milyen halott? Mélytengeri rája? Na, átértek a párjaink a másik oldalra?
Ez picit hosszú ez a medence így keresztbe. Lehet, hogy mégis sokát kellett volna úszni. Lányok, gyertek ide, mondom, hogy mi a szabály, jó? Tehát beleugratok ebbe a kis úszógumiba, átevesztek a másik oldalra, jó? És ott a fiúk ugye átveszik a ruhát. Ugye? Jól értelmezem igen, én nagyon ezt? Jól, és nézd meg, a lányoknak van itt ruha is. Na? Szokni. Ez most milyen ruha itt a lányoknak? Ez már itt föl kell, hogy vegyék, és akkor oda... Hát most vagy az van, hogy levetetjük a melltartójukat. Vegyék föl, akkor ne vegyék le, ne vegyék le. Áttesszük a fiúkra, azt de ezt megfurtátok, én hiába kardoskodtam mellette, úgyhogy öltözzetek be, ebben a gyönyörű szedbe. Nagyon helyes kis ruhadarabok. Nézd csak, Szívi, nézd csak, ilyen gazdagok vagyunk, hogy kettő van. Kinek a nagymamája didereg most valahol? egy ilyen elefánt méretű jégeralsót kell a lányoknak fölvenni, zokrit is tessék fölvenni. Hát az okri az egy a 46-os körülbelül, de nem törődjetek vele. Nem fog szorítani. Ebben a ruhában kell nektek átmenni a másik oldalra, és amikor átmentetek a másik oldalra, ott ugyanezeket a ruhadarabokat ledobálni szépen, fölvenni a fiúknak és visszaúszni. Jó. És menni fog, hiszen semmi gondotok a medencével, hiszen csak úszni nem tudok, és klórallergiátok van. igen, de minden más egyébként nem van. Nagyon szép gatyóhoz, ne válogass úgy. Nagyon, direkt nagyon nagy minden, hogy könnyű legyen levenni, könnyű legyen felvenni. Még azt nem mondtátok, hogy Jani szobájából bementetek és elvettétek a fürdősapkáját is. De légy, majd utána majd vigyétek már vissza. Igen, nem volt olcsó. Azért az tiszteletlenség, hogy bementek a szobájába és kiforgattátok a bőröngyéből a kedvenc úszósapkáját. 83-ba vettem a triálba. Na jó van, oké lányok, megvagytok? Figyeljetek, a játék kedvéért senki ne fulladjon bele. Ha baj van, tegyétek fel a bal kezeteket, akkor tudja az úszómester, hogy ugrani kell, jó? Mert azt, hogy nem tudtok úszni ebből a matracból, vagy mi ez az úszógumi, ebből azért ki lehet csúszni. Tehát jó lenne, ha nem este, ha kiestek belőle, próbáljátok visszamászni. Ha baj van, legalább az ékszereket dobjátok ki a partra. Lányok, ha nagyon lassan mentek a vízben, akkor változtatunk a szabályon, akkor az nyer, aki előbb átér, és a fiúk átöltöznek, akkor visszaút nem lesz, jó? 10-kor vége a műsornak, csak látva a mozdulatsort, meg azt, hogy nem tudtok úszni. Tessék? Meghalni, mit kérdeztél? Nem fog meghalni, ugye? Nézd. Mindenki meghal egyszer, sajnos. Anya, nézd, garantálni nem tudunk semmit igazából. Ki így, ki úgy, ki előbb, ki utóbb. Ez van. Szia, anya! A sors nagy könyvében mindenkinek a sorsa bele van írva. Az a durva, hogy itt áll mellettünk az úszómester, aki ebben a pillanatban kiadta a telefonját és elkezdett vetközni. Szerintem benne ez most realizálódott, hogy két totálisan, tényleg úszni nem tudó emberrel áll szemben. Hello! Sziasztok! Mentettél már valakit valaha? Hát, igen. Lányokra nézve sanszos, nem? Hát igen, főleg a baloldali. Baloldali, ugye benne van. Figyelj, ha ő kicsúszik, akkor ugorjál, telefon, minden, tedd le, mert menned kell akkor. Tessék? Jó, ne válogassunk már az ajándék, hogy hideg a víz, hát ez van. Megéri. Hello! Gyere az vissza! Okni. Gyerekek, nehogy visszajöjjenek, mert délbe se végzünk. Jó, ebben a pillanatban a lányok elkezdték átúszni a medencét, és a sárga úszógumis lány ahhoz képest, hogy meg akart fulladni, egészen szépen halad, már-már a másik partot. Milyen vezeték neved? Gütler? Nem. Nem azért az. Nem, az túlzás. Gyorsan öltözzetek át. Már eléri a másik partot. Most kezdődik az átöltözés. A két srác elkezdte átvenni az úszonadrágot, a pólót, Jani fürdősapkáját. És csak óvatosan, nehogy felfusson egy szár rajta. Mindig két fürdősapka van nálad? Így van. Az egyik a szár, az a másik. Milyen szemtelenek, hogy bementek a szobádba, nem? De hihetetlen. Azért ez nem volt egy szépkesztus tőlük. Be is feküdtek az ágyamba. A fiúk elkezdtek szépen átöltözni, hát nem mondom, hogy olyan nagyon gyorsan sietnek. Aha. A visszaúszás fog dönteni, mondani a Gundel Takács Gábor, ha ez a játék határok nélkül lenne. Ebben a pillanatban már az egyik versenyző beúszni látszik. És fordult, gyerekek, a játszma. Igen. Hát ugye a sárga gumislány ért át előbb. És most a rózsaszín gumis férfi ér vissza. Ha mutatnám azért azt az úszás technikát, amivel a sárga gumimatracos srác úszik, szinte visszafelé halad akkor a tempó. Igen, állni látszik az idő, bár a szekér szalad. Egyébként a ruházatuk tényleg nem kompatibilis a medencével, hogyha a lányommal bemennénk mondjuk egy olyan úszodába, ahol ilyen ruhában úsznak az emberek, akkor azt mondanám, kislányom, ez furcsa, hogy menjünk innen. ez nem nekünk való. Oké, na, hát... Talált ki a vesztes? Egész jó időt diktáltatok egyébként. Ez egy 25 méteres így hosszában nagyjából. Elfáradtál kicsit? Igen, kimerültél? Feri, létszik. De tetszik, hogy ezt ennyire komolyan vettétek ezt a versenyt. Jól van, van ajándékunk, ugye? Mi az ajándék, Zsuzs? A ruha, ami rajtuk van. Sárvári kalandparkba. Páros belépő a Sárvári kalandparkba. Szintén nem a mai napra, hiszen már félig meddig majdnem, hogy bent vagyunk, csak egy kerítés választ el. Szintén velem. És szintén Janival. Van valaki, akivel szívesen elmennél? Barát, barátnő, feleség? Felajánlom a páromnak. Felajánlod a párodnak. Mivel
Nem, együtt érkeztünk. Aha, de aha. Összejöttetek itt, vagy ez csak egy játékbarátság? Nem. Játékbarátság. Mi a rendben egy jó transzfúzió? Ja, tehát úgy a párodnak, hogy itt valakivel összeálltál a játék kedvére, és hogy neki adnád. Nagyon, nagyon szép gesztus. Korrekt. Itt jön. Lányok, egészen jó volt ahhoz képest, hogy... Én nyertem volna, csak egyedül lettem volna. Igen, de ahhoz képest, hogy nem tudtok úszni, komolyan mondom, egészen ügyesek voltam. Igyekeztem. Komolyan. Milyen volt, jó volt? Jó volt. Nem is volt annyira hideg a víz. Csak az okni az első másodpercben lejött itt. Konkrétan fulladást vártunk az úszómesterrel együtt. Tehát ahhoz rólam képest, is egyébként... mindig lecsúszik alvás közben, azért rakok rá egy befőttes gumit felül. És azt hiszitek, hogy hülyű. Na jó van, átadjuk az ajándékokat. Jó, 9:30 volt pontosan 2 perccel. Hármas ugrást is játszunk a hírek után. Egy rövid szünet és jövünk vissza. 3:49 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Itt Sárváron és természetesen mindenhol. Továbbra is itt vagyunk, ugye? És hát ki ugye az élet élvezőjeként már a medencéből hallgat bennünket egy ideje, ki ruhában csak beköszön nekünk majd 10 órakor, amikor vége a műsornak továbbáll. Aki ugye bejön, most még ingyen jöhet be, itt lehet 10:30-ig, utána pedig az a karóra, amit ugye mindenki kapott a belépésnél, az elkezd ketyegni, de addig érdemes idejönni, mert akár még egy vagy másfél órát is itt tudtok lenni ingyen. Ez egy papírkaróra, és akkor mi van? Igazat mondom. Papírkaróra, hát digitális papírkaróra. Egy digitális papírkaróra. Mutatták, hogy miük van. Hát amikor viszont majd mennél el, és maradnál, akkor kapsz egy órát. Jó? Akkor van az óra csere? Igen. Uh-huh. Aha. De egyébként lényegtelen, csak téged mindegy. Mentettelek, mert itt már érted, rendben, azonnal elém betettem. Fölháborodtak, csak a testemen keresztül. Aha, volt valami? Mi volt? Kicsit érdekel a biznisz, mi? Nézd meg, de édes vagy. Trafi Óbudán az Árpád fejedelem úton a járdán megállni tilos helyről. Az M7-es autópályán a 98-as kilométernél mérik a Budapest felé haladók sebességét. Buszos Jani küldte nekünk, Jani köszi. A sárga sprinteres üzeni, hogy Tiszaújvárosban mérik a Miskolc felől érkező autósokat, mindenki figyeljen, és Bari küldte nekünk, hogy a határút az Európark felé teljesen beállt, lépésben lehet csak haladni. És M3-as kút Pest felé és Kodából mérnek a Gelei pihenőnél, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Látom, még mindig sokan kattognak ezen a magyar-albán meccsen. Ugye az SMS-ekből látom, hogy így... Kevesen védik, mondjuk. Hát igen. Hogy jó igen, meccs volt. Igen, sajnos az a baj, hogy nekünk csak formálódó válogatunk van már, vagy 20 éve, úgyhogy... De jó lenne, hogyha jó egyszer már örülhetnénk is. Ja, igen. Na. Hát, gyerekek, igen, sokat beszéltünk már erről, szomorú. Szomorú ez a dolog, ahogy állunk jelen pillanatban. A tegnapi meccs után. Na jó van. Háros ugrást játszunk, jó? Van egy csomó ajándékunk, úgyhogy... Azt hiszem, már meg is van a játékosunk, valakivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, jó sziasztok, reggel. Jó reggelt! Szia! Hello, hogy hívnak? Péter vagyok, Kőszegről. Hello. Péter, Kőszegről? Igen. Jöttél hozzánk, csak hogy meglátogass minket? Igen, Peti Kőszegről szoktam néha SMS-t írni. Rendben van már a belváros? Mehetek? Igen. Jó, van parkolói, üres üzletek, lehet jönni. Jaj! Nem, szépen megcsinálták. Jó, nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként, mert Kőszeg belvárosában egyébként nem fogjátok kitalálni, ha város környékre gondolok egészen konkrétan. Igen, a Jurisics vár. Így van, most nagyon sokat áldoztak a helyre, nagyon sok helyen szépítették, építették, úgyhogy elég régen voltam már. Mi nincs meg még a Kőszegi vár ősszel lehulló levél, a Kőszegi vár télen, Kőszegi vár napfelkeltével, Kőszegi vár felújítás után, Kőszegi vár felújítás előtt és után, ködben, ónos köcitálásban, vagy belőfényes napsütésben. Ezek nincs meg. És van egy cukrászda, ami a vár mögött beszoktál menni, ott egyszer láttalak. Igen. Azért mondom. Ez egyértelmű. Igen, van egyébként Kőszegi vár. Peti, ígérd meg nekem, hogy minden egyes nap készítesz telefonnal egy fotót a várról, és elküldöd a Janinak. Mivel van egy Kőszegi oldalam a Facebookon, ezért meg is tudja nézni minden nap. 7000 képpel, úgyhogy Kőszeg régen vagy. És most rá kell keresni, minden nap van fenn friss kép. És gyönyörű városról van szó, úgyhogy mindenki menjen el oda is, ne csak Sárvárra, de ide is. Mit kezdtél mondani, hogy melyik nincs meg, vagy mi van meg, valamit elkezdtél mondani? Van egyébként, azt mondja, hogy Kőszegi vár van nyáron, van Kőszegi vár ősszel, és van Kőszegi vár nyáron este. Aha, nagyon jó. A díszkivilágítással, még a régi sárga színű lakótoronnyal, de most már azt is úgy emlékszem átfestett. Te ezt tudnád jegyezni, érted? Nem, én lebarnulok itt az üvegsői. Ülök, ezt hallgatom, és megbarnulok. De videókat is csinálhatnál, ugyanis van egy mondás, Kőszegen vagy esik az eső, vagy harangoznak, vagy fúj a szél, úgyhogy ezt
hármat mindenképp légy szíves. Köszönöm szépen. Így lesz teljes a gyűjtemény. Azért legalább három kőszegi túra Janinak Budapestről. Azt tudjuk hozni. Csinálni egyébként, hogy most adok egy ajándékcsomagot. Kicsit ide kiültök a Janival egy padra, megbeszélitek a várat, mi meg játszunk valakivel, igen. Aki azért jött. Nem akartam én kezdeményezni, hogy nem mindig én legyek a rozsarú, de jövök veled. Az a baj, hogy hosszú nagyon a váró lista, mert itt vannak már Sümegről, itt vannak már Gyulakészéből, a Csobánc várom elől, és egyébként még jönnek pár másonnal. Jani utazott velem, jöttünk át. Igen. Meglátta a Sümegi várat, beszaladtunk egy ilyen ajtótára. Ember nem örül ennyinek, ennyire. Tehát, hogy egy olyan negyedórás előadás a Sümegi váron, mondom, hagyjad, Jani, egyszer voltam, romok, szép, gyönyörű, láttam, én ott sétáltottam anyósom kutyáját, arra emlékszem, hogy megszökött, nagyon ideges voltam. Na és képzeld el, hogy 1712. szeptember 4-én délután 2-kor negyedórás kis előadás, Viki néha megriadt hátsó ülésen, tudod, így udasszunk, még mindig mondjam, mondom, aludj vissza nyugodtan. Hol vagyunk, mindegy. Miről beszél várról? Melyik a kedvenc várad? Hát sokkal vagy Füzér egyébként. Igen? Füzér, hogyha sácsok. Lehet ezt mondani. Boruljatok egymás nyakába egy ilyen tofu szendvics környékén, és akkor ott a sátorba ezt majd így nyugodtan. Vegás is vagy? Igen, meg 12 éve nem eszek húst, úgyhogy. Én 13 éve győztem. Akkor te nyertél, tiéd az ajándék. Egyébként, hogyha valaki féltékeny lenni, ez már szerelem, nem adom a Janit. Ez itt már többről szól. Mikor jöttünk és beszélgettünk a Balázsról, illetve én beszéltem, ő hallgatott egyre savanyú barc kifejezéssel, akkor valaki szemből befotózott volna a Szélvédon a képnek a címe, csak az lehetett volna, hogy a kontraszt. Tehát, hogy az egyik egy nagyon lelkesen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon beleélve magát, kicsit magának mondva, a másik oldalon meg érzésen. A kovagi játék a vár alatt, amikor egy embert megtaposott egy ló. Az volt. Az kaszkadőr volt. Évekig készült erre a mutatványra, senki ne csinálja utána. Igen, és tudom, hogy amikor megtaláltuk a kutyát, akkor belehempergett valamilyen madár maradványba, vagy valami kutyaürülékbe, és az egész Sárvár, vagy az egész Sümegről az maradt meg, hogy mossuk a kutyát két napig, mert az anyoson megtudja, hogy úgy engedjük haza. Szép emlékek tulajdonképpen. Ennyi. És a Janinál az a jó, hogy figyelj, megpróbálsz terelni, de egy olyan sztori felé, amit igen. Őt is érdekli. Igen. Tehát, hogy Jani és az Iron Maiden nagyon jó volt, na de a Sümegi várban... Van 60 km, fönt kell maradnom, váltsunk, mert ráborulok a kormányra. Na jó, szokott menni a hármas ugrás? Általában nem tudom. Nem baj. Valamikor igen, valamikor nem, de reggel 5 óta készülök rá, akkor jöttem. Na figyelj, így szól az első kérdés egér alátét helyett, nyakvalkasztóért. Melyik gáz a nap alkotó eleme? Nem. Hát most ez van ideírva, hát most mit szeretik csináljak? Hát ha én ezt kaptam a szerkesztőnktől, a fő alkotó eleme. Igen, nem mindegy. Kérem? Ez az alkotó eleme, ami fő. A fő? Uh-huh. Akkor így kérdezem, hogy a fő alkotó eleme. Mit égethet vajon az a szegény? Oxigénet? Nem, nitrogént éget, természetes. Hidrogén, vicceltem. Micsoda? Ja, jó van, jó móka volt. Hidrogén. Hidrogén. Hát elfogadjuk, nem sugunk. De csak mert kőszegi vagy. Ja, köszönöm szépen, van egy sügyen. A hidrogén. Így van, a hidrogén, mert 73%-ban kb. Ez alkotja egyébként a napnak a Jánosnak már is van egy krémes a kőszegen. Jól van, menjünk tovább, de nagyon-nagyon látszívek vagyunk. Dedikált egére látétért, így szól a második kérdés. Melyik egykori B-vet sztár pózolt legtöbbször a Nyuszis magazinban? Másik kedvenc témám? Pamela Anderson. Így van. Cirka 14-szer. Lesz még? Vajon? Biztos nagyon vagyok remélem. Benne. Az a durva, hogy az elmúlt 5 percben Jani életfilozófiája megvolt. Várak, csöcsök. Mi jöhet még? Kb. Ez. Várak és csöcsök. Megjelent Vadon János életrajzi könyve. Keressék a karácsonyi könyvpiac standjain. Várak, csöcsök. Minden, amit e két dologról tudni kell. Várak, csöcsök, metál. Várak, csöcsök, metál. Mássunk azért. Nem ennyire egy sikú a csávó, gyerekek. Nem a következő kötet tartalma. Ami a várak csöcsökből kimaradt, metál. Metál és tofu. Harmadik. Minden hármat el tudjuk intézni kőszegen egyre, jó? Harmadik kérdésnek. Neki menjünk, vagy megálljunk? Hogy menjünk legyen? neki menjünk. Más nem bummozok egyet. Így szól a harmadik kérdés. Dedikált óráért. Milyen élőlények a pereszkefélék? De szép kérdés. Gombák? Így van! Bizony! Kőszegi gyereknek. Így van, a kőszekörnyéki erdőkben. Hogyne. Csak mondom, egyébként, hogy a kőszekörnyéki erdőkben található az óvár is egyébként. Igen, nagyon és a lila pereszke nagyon... Na húzzatok mindenki! Fölkötöm magam. Ügyes vagy. Mondhatnánk, van egy ajándékcsomagod, jó? Köszönöm szépen. Szép napot mindenkinek. Dedikáljuk neked, ügyes voltál. Köszi a játékot, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre.
Na jól van, gyerekek. Jó szívűek vagyunk, ha nincs ezzel baj, kell ilyenkor egy kicsit segíteni. 5 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra volt, 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága a Sárvári, akit vagyunk még mindig, már csak egy órán keresztül. A Sárvári gyógyfürdőben. Vagy ahogy többen ismerik, a Sárvári gyógy és wellness fürdő. Itt vagyunk, és 10:30-ig ingyenes a belépő. Ha valaki szeretne még egyet csobbani, csak bejön, úszik egyet, kimegy, megteheti a mi kontónkra. 10:30-től azonban elkezd mindenkinek kecsegni az óra, úgyhogy addig érdemes szappant hozni, megfürdeni a nagymedencébe, hajat mosni. Demizsont hozni a gyógyvízre. Elvinni egy kicsit, vagy csak egy fél órát áztatni magatokat a Sárvári gyógyhürdőbe, mert hogy termálvíz, és hogy a Sárvári termálvíz azért az itt nagyon-nagyon híres. Tényleg jó? Igen, azért nagyon jó minőségű tele ásványanyaggal, egy csomó mindenkit ide utalnak be, hogy jöjjön ide Sárvár, az áztassa magát a gyógyfürdőben. Egyébként tényleg. Vagy ahogy másként mondják. Sárvár, itt mindenki jó jár. Igen, ugye, hogy kezd ásványi. Ezt tegnap néztem egyébként a kábelen. Ez megy körbe. Hallottam egy dalt, egy picit egy ilyen alma zenekaros beütésű, ilyen fiatalosabb hangvételű, ilyen kis gyerekzenekar készítette egy dalt Sárvárról, és annak a szövegében szerepelt ez. Sárvár, itt mindenki jól jár. Az jó. Jó az lehetett. Hát mint a termál kristály. Van, ugye, úgy jó. És nagyon jó kis dal volt benne, két akkord és egy harmadiknak is neki futottak. Nem. De hadd az fél úton. Nem, egyébként tök aranyos volt. M1 kivezető szakasz, 13-15-ös kilométer, azt mondja, hogy most állítják fel a trafit, 100 kilométerre megengedett, ezt Ferrum küldte nekünk. Mérnek a 37-esen fekete Skodából, a körforgalom előtt az M3-ason Pest felé, a Gelei benzinkútnál, ezt pedig Edit küldte nekünk, Edit, köszi. 44-es főút, 108-as kilométer útmunkák miatt 1 kilométer hosszú sávzárás, lámpa irányítja a forgalmat, Béla papa az Ivekós küldte nekünk, és van egy trafink Dunaújvárosban, a Hunyadi úton, Kumi Bandi küldte el ezt az SMS-t. Bandi, drága vagy, köszönjük szépen. Ez a nagyobbik medencét hány méteres lehet? Ez ilyen 25-ös? Lefelé, vagy? Ez ilyen 25-ös? Ez 25-ös, igen. 25-ös hosszában. Lehet? Igen. Hát 25. Vagy 50. Aha, nem, az 25 méter. Hányszor kellene ezt átúszni ahhoz, hogy mondjuk meglegyen az 1,9 kilométer körülbelül? Hát ha 10-szer átúszod, az 250. Igen. Ha 100-szor, akkor az 2500, tehát egy 80. 80-szor kellene átúszni a Balázsnak, ugye? Ne, meg legyen. Miért kéne neki átúszni? Jaj, hát nem mondtam, most ugrott be, hogy képzeljétek el. Figyeld, most neked megy, figyeld, hogy szólok. Tett valahova egy ígéretet, és valamiből bele akar minket hergelni. Hát fogad, téged, annyira ismerem, hogy valamit elvállalt, ahol majd mi fogunk szívni. Figyeld. Az utolsó mondat az volt, hogy nekem minden járos, csak a Balázs legyen ott. Csak szívjon a Balázs. Oké, akkor aláírom. Figyeljétek el, képzeljétek el, hogy egy olyan brand fog Magyarországra érkezni, az Iron Man, ami gyakorlatilag mindenhol a világon egyet jelent a legmagasabb színvonalú, hosszú távú triatlon versenyekkel. Na, majd nézlek benneteket. Na, akkor a sport, akkor ennyi. Csak engem a teniszpályán megtaláltok. Így van. Nem is fogsz minket látni egyébként, Feri, csak amikor majd Balázs átadja neked a váltóbotot, a képzeletbeli váltóbotot, meg amikor te majd átadod nekem. Nem azt akarod mondani, ezt most tök komolyan kérdezem, hogy beneveztél engem. Hát, 180 km kerékpárral Ferit, 3,9 km úszása engem, mikor tegnap lementem a wellnessbe, és át kellett sétálnom a medence mellett, és azt mondtam, hogy ezt úszva kéne megtennem, akkor belehalnék, a teniszpályán jól mozgok, de hogy én vízbe nem nagyon megyek, mert nem nagyon szeretek úszni, úszom, ha kell, de 3,9-et azért nem úszik le, csak úgy egy mindenki hirtelen. Ez a jó hír, nem 3,9, 1,9, ez a jó hír. Ja, hogy van az amatőr, ahol... Iron Man. Így van, hát gyakorlatilag nem a teljes Iron Man-ről van szó, mert ugye az 3,6 km úszás lenne, 180 kerózás, meg egy maraton. Aha. Ezt felezzük el, és nem csak miattunk, mert gyakorlatilag ezt mindenki teljesítheti majd a közeljövőben, és hát mi is teljesíteni fogjuk. Nagyon jó mondtad az elfelezést, mert a felezésben két fél van, a Balázs és a Jani. Aha, nem, ebben azt mondom, hogy Jani elfelezi a távot magával. Leúszza, leúszza. Mondtam én valamikor, hogy induljatok el egy teniszversenyen? Hergeltelek ezért én bennetek. Ezért mentem elébe a dolgoknak egy picit. De hogy én azt érzem, hogy ez nem mondás, hanem hogy mi tényleg ott vagyunk. Igen. Tehát te aláírtál. Gyakorlatilag igen. Be vagyunk nevezve. Hova? Az Iron Man. A budapesti Iron Man. Hogy menjek én Iron Manre? Hát egyrészt nem úszom nyílt vizen. Kettő, ez nem medencei úszás. Az odautazás fakultatív. Ez nem medencei úszás, csak mondom nyílt vízi úszás. Ha valaki nem tudná, nem mindegy, hogy medencében úszol vagy nyílt vizen. Hát. 1,9-et leúszni nyílt vizen. Figyelj, hát én nem vagyok egy isztovéva. Én is problémát csinálnék belőle, de te fogod úszni. De ha most azt mondod, hogy ez a Dunán van, és fölfelé kell ússza le az 1,9-et, akkor kész. Te most röhögsz, de nem érted, hogy akkor ez azt jelenti, hogy te mész kerékpározni.
Azért, nem megyek, hát de most szeret kerózni. Csak mondom, hogy 90 km, Feri, ha 30-al mész, ami egy nagyon jó átlag tempó, 3 órát tekersz. Semmi gáz. Semmi gáz. Ne szopassatok most komolyan, maradjál de nem, miért kéne nekem egy úszódrezben 1-9-et valahol, tényleg, nem tudom, a kopaszinálul, hagyjatok már, én nem megyek úszni. Feri, neked semmi nem lesz, hát egy melegebb nyári napon oda-vissza, érted, a fröccsökkel meg a szódákkal, ezt megteszi többszörösen. Ha sokan vagyunk, akkor bringázol. De jó, hát akkor 9-et letegesz. Te szeretsz húzni, mennyit kell lefutni? Egy fél maraton. Egy fél maraton lefutott. Jó, hát az jó, de most akkor melyiket csinálnád? Megfordítjuk, nincs olyan választási lehetőséged, de melyiket csinálnád? Gyerekek, én szívesen kardiozom, én járok teniszezni, én járok télen squasholni, van kondim, de hogy én nem megyek bele ott a kopaszinál a Dunába, és úszom 1-9-et kis úszódreszben, úszósapkában, 16-os rajtszámmal, hát azt majd nézzétek már meg, hogy ez igen, mikor lesz. Felőlem teljes testes neoprénben is leúszhatod, nekem tök mindegy, hogy mire öltözöl. Érted? És, és beneveztél, mondtad, hogy ehhez biztos lesz kedve. Arról van szó, de nem úszom nyílt vízen. Hát nem, hát az miért, mi a bajod a nyílt vízen? Lehet semmi, inni is a Dunából. Egy kilencet úszábál egy nyílt vízen. Azért az nem tűnik annyira lesz szórakoztató. Lesz mentőhajó. Miért kell megalázni? Hát hívtalak én le benneteket egy teniszpályára, hogy üssünk már néhány izért. Jó, mit választanál a háromból szíved szerint? Menjetek, hát csináljátok, hát hagyjatok engem azzal. Inkább kilencet kerőzol? Nem kerózok semmit, nem. Figyelj, vagy a családommal töltöm a hétvégémet, tanítom a gyereket bringázni, és ha tudok, elmegyek edzeni. Aha. Na, ez pont az edzés része. Csak mondom egyébként, hogy van egy Fit Girl nevű versenyszámod, a Vikit is benevezte. Tehát ott lesz a család is. Jaj, de jó. Ja. És a Benny pedig elmehet egy vattacukor nevű versenyre. Nem vattacukor versenyre. Nem oda fog menni. Hova fog menni? Iron Kids. Van egy ilyen versenyszám, és oda pedig a Bennyt neveztem be. És ott mit kell csinálni? Nem tudom, az a legdurvább azt mondja. Kieszik meg 4 málnás vattacukrat a leghamarabb? Az egy úgynevezett akvatlon, ott úszniuk kell is futni a gyerekeknek. De jó, de hát a 4 éveseknek is lehet. 5 éves a gyerekem, hát most hazamegyek, elverem, hogy még nem tud rendesen úszni. Komolyan mondom, most mire várjon még? Mehettek hogy együtt szépen lassan megöregedjen? Mehettek tényleg együtt úszás edzése, ez tök jó. Figyelj, ez családépítő, csapatépítő. Mikor lesz ez? Apa fia búj. Augusztusban. Jövő itt eszel. Most hétvégén, Bali. Most hétvégén. 1-9-et augusztusig? Aha. Igen. Muszáj? De nem úgy összesen, hanem... Muszáj. Mivel indulunk az úszással? Igen. Utána a bringa és aztán a futás. Na, augusztusig leúszom nektek 1-9-et, de mintha a fogamat húznák. Miért kell más farkába? Miért nem lehetett azt mondani, hogy te elmész, aztán megcsinálod? Mert az enyémet már kisajátították. Miért kell ezt erőltetni? És mondták, hogy figyelj, Jani, hoznod kéne a Balit és a Ferit, és azt mondtad, hogy jó. És nem merült föl, hogy azért lesz némi ellenállás? Nem merült föl az, hogy azért, hát nem biztos, hogy a Bali azért ott 1-9-et nyílt vizen olyan nagyon szívesen ott pillangóban majd úgy levickél. Hátul lehet úszni. Háton? Igen. Hogy ne abba lehetne? Úszol, hogy háton, igen. Mellen, gyorsan. De én azt mondtam, hogy te fogok... meg tudod csinálni pillangóba. Olyat lehet csinálni, hogy fogok, mint akik úszni tanulnak ezt a parafát így magam előtt, és lábtempóval megyek, ilyen van? Van. És hogyha húzatod magad motorcsónakkal, akkor vagy igazán menő az úszók között. Végbordozni? Le lehet végbordozni az 1-9-et? Nem biztos, hogy örülnének neki. Augusztus? Mit szólsz 90 km tekerés? Én megcsinálom, nekem nincs vele bajom. Igen? Aha. A gyerekek, hát akkor menjünk, ne tűnjek puhának. Megcsinálom, de nincs kedvem. Ennyi. Ja, igen. Olyan nem lehet, hogy 45-öt tekerek és 800-at úszom? 800-nál mi leváltjuk egymást, vagy 900-nál. Ilyet nem lehet, hogy 950-nél. Talán megoldható, hogy akkor felé-felébe nyomnátok? Mi, én ússzak le 900-at, akkor pacsizunk, te úszol 900-at, aztán én letekerek 45-öt, aztán te is. Igen. Hát az marha jó. Figyelj, jó? Dobjuk föl, tehát most ne legyen egy ilyen úszunk, ne. Váltunk, tehát akkor kicsit vagy igen. Csináljon mindenki. Én futok mondjuk egy 3-at, leváltalak, te akkor futsz még egy 19-et, a 21-et figyelj, kell futni. 1-9-et kell úszni, akkor legyen az, hogy mondjuk akkor 9-et úsztok, tém meg 100 méter. Valami annyit legyen meg. Augusztusig? Augusztus. Hát jó, gyerekek, valami lesz. Valami leígér lesz. Meg, úgyse tudom megcsinálni. Menjünk, hát most már, ha beleígértél ebbe, akkor ezt most már nem akarok ebből kiáltani. Nem kell oda műsorvezető, vagy valamit csinálunk szívesen, de még kell ott szenvedni. Tudod, milyen meleg van augusztusban? Hát figyelj, amíg Balázs úszik, te vagy a műsorvezető. Ezt nem mondta. És utána csere, mi? 91-nek lehegynek föl? Azért jól fogok szórakozni, mikor megyek melletted majd motorral. És 3 kerekünkben. Csapast, Feri, csapast. Nem lehet ebbe valahogy berángatni a kasszát, az Annát? Tehát te most kiszúrtál kasszát. Velük? Hát mit tudom én? Hát sétáljon le egy 40 métert. Nem vagy valami ilyen nincsen? Hát valami tud? A kis pocakjával ott valamire dobj be. Hát most hát én már
elősen belerángatál ebbe minket, hát akkor még belerángathatunk ebbe valaki. A Tibi az itt tud nagyokat zabálni és kakálni. Hát. És ne otthon számokat. De legalább tolni. Annyira leízzad, mint te majd az 1-9-től. Nem, figyeljetek, menni jó, fog ez gyerekek, a dolog. Ha menni kell, menni kell, nincs hiszti. Jó, nincs hiszti, nincs húszódresszel, nekem nincs triatlon bringám. Nem bringával, egy kűrül tankú babettával kell majd letekenni. A 90 kilométer. Gyerekek, arra el kell kezdenem edzeni. El. Azért 1-9 ez nem olyan, hogy megfogom csak úgy leúszod. Megfogom a mikrofont, itt van hátul egy nagyon helyes medence, a sárvar. Ez azt jelenti, hogy leúszol 10 hozt az 50-esben az 500, így 30 hozt az 500-asban. Uh-huh. És nyílt vizen. A Csabi 3 kilométereket úszik. Hogy mennyire fogok röhögni, hogy benevezlek benneteket valami szenyor ilyen teniszversenyre majd ott valahol az idomon, vagy valahol, ahol ez én egy játszom. Spanyol verseny? De fogok röhögni. A szenyor. Na most egy dolgot felejtsd el, hogy igen? A szenyor teniszversenyen is szépen föl lehet öltözni. Te viszont ott fogsz állni egy fürdőgatyában a parton a tömeg előtt. Gyerekek, ott könyörögni fogtok a receptér, olyan úszódresszem lesz. Bízza, hogy de ott kis sapkában 26-os rajtszámban. Hogy miért nem rohadtok meg? De ott csak ott békatalpat lehet? Békatalp! Békatalp! Rájöttem, ez lehet? Békatalp! Az nincs megtiltva. Hát ez alternatív módon, verseny, hát jó, miért alternatív módon tudom hozni a hullámmozgást, nem lehet békatalp? Az a baj, hogy egyenes vonal a pályás teljesen nyílt terete. Nincsen benne egy olyan kis kanyar, amin mögött eltűnve gyorsan fel tudnád venni a békatalpat. Ki tudnál szólni a partra, hogy Harry! Harry! Hozd a békatalpokat! Hozd a békatalpokat! Ne csinál, hozd a rohadt békatalpat! Ilyen nincs. Jó lesz ez, szeretni fogod. Olyan nem lehet, hogy megbeszélem az öcsémmel, hogy ússzol le 800-at minimivel? Hm? Fölöltözünk ugyanúgy, 26-os rajtszám. Az úgy sem lehet látni hmm. Jön minimi, jön minimi, Bence ugyanúgy beszél, ugyanúgy kommunikál, mindent megtanult már. Hm? És bedobjuk minimit. 900-at leúszik, és 900-nál leváltom a saját öcsémet. Ez nem lehet? Hát... Hm? És tudod motiválni 900-nál, azt mondod, hogy úsz még 200-at, és megint megkapod az X-faktort. Úsz még 200-at, és nem vállalom a való világot se! És az is tiéd le! Úsz még 600-at, és lemondom a celebet, engedd el! Na jó, hát kösz! Az a szó, amit keresek, vagy. Az a kösz. Így van, fajin. Nagyon. Nagyon várom szívesen. Már, hogy egy úszódresszben úszassak 900. Az a baj, hogy az úszódressz nem fogják látni, de ha akarod, akkor benevezlek még egy szinkron úszóversenyre is, mert ott lehet, hogy kivillanhat a habok között. Nyugtass meg, annyira nem aláztál meg, hogy úszósapka használata kötelező, ugye? Tehát nem alázol meg ennyire, hogy úszósapkát is kell majd ott valahol. Ezt hol utcán? Nem kell úszósapka egyébként, ha leborotválod a hajam. Gyerekek, egyébként ugye nyílt vízzel nincs bajom, mert rengeteget vagyok a Dunán, tehát hogy evezek, vízisportolok, tehát ezzel nekem semmi bajom. Tehát a Duna egyébként tiszta, tehát bele lehet menni, lehet benne fürdeni, kicsit följebb kell menni a nullás idő után, tökéletesen lehet benne fürdeni. Jó, ahogy, nem ezzel van a bajom. A bajom azzal van... csonakozol, ez nem vízisport, az rafting túra. A Duna. Na mindegy. Jó van, és olyat lehet menni, hogy azért én megyek majd motorral a Feri mellett, amit cangázik? Mert azért ugye a 60. kilométer után azért beúsznék hát jobbra mellé. A hideg fröccset valakinek hozni kell. Igen, viszont én motorról beadom neked. Figyeljetek, csináljuk már tényleg úgy, hogy legyen ez már akkor egy ilyen kollektív. Tehát megyünk jó. A Jani mellett, amikor fut, jöttök mellem hajóról, tarts ki, Bali, már úgy látom elfáradtál, mert nincs csak 1008. Tehát, hogy menjünk már egymás mellett. Hát legyen, én biztos, hogy bemegyek mellé motorral. Szuper. Biztos, hogy bemegyek mellé. Ha nagyon gyors vagy és túl jó az időd, akkor egy botot nyomok a küllőd közé. Nehogy már nyerjünk, Feri. Feri, túl jó vagy. Te gyere mellette motorral, igen? A Somáiknak megvan még az a kis utánfutójuk. Mert hogy nehogy a váltásnál elkavarodjunk, én pedig bent ülök az utánfutóba. És futsz tovább. Én, és futok tovább, leugrok és futok tovább, amikor letekertem a 90-et, jó? Gyerekek, de szép. És lesz majd ilyen közös fotó, hogy én úszódresszben, te bringajelmezben, te futómezben. Így van, te pedig az oxigén sátorban. De van, hát nekik van ilyen neoprém ruhájuk, igen, hogy, vagy van. Valami, úgyhogy nincs, a hőmérséklettel nincs rajta, de fürödtem már 14 fokos Dunával, tehát azzal nincs baj, de van valami úszódressz, ami ugye jobb az ellenállása, és egy kicsit nedvesebb, tehát csúszol a vizen. Uh-huh. Aha. Azért, hát igen. Csak ahhoz ugye meg kell lökni az elejét, hogy csúszol a vizen. És bizony, itt mondjuk ráadásul direkt kell mondjuk belemerülned a hideg Dunába, nem úgy, mint amikor a Vörös Marti borított meg benned. Gyerekek, én volt így, hogy november elején még végbordoztam a Dunán, de nekem a hideg víz... Nem szóltak, hogy vége a szezon. A hideg vízzel abszolút semmi bajom nincsen. Hol ússzuk? Tudjuk már, hogy hol a helyszín? Valószínűleg a Kopaszigát és környéke. Uh-huh. Tehát, hogy ott az egy kis csendesebb böböl. Tök romantikus. Így van. Na jó. Hát akkor megyek gyakorolni. Jó lesz ez. Jó van. De legközelebb azért kérdez már meg előre. Megvárod még a best of-ot? Nem. Semmit, hogy itt úszom egyet. Telefondobó versenyünkhöz érkeztünk, drága sárvárjak. A telefondobó verseny
pedig elmondom, hogy miről szól. Lementettél mindent? Várjál, találjuk ki a telefon. Szerintem telefondobás. Így van, legyen a telefondobás. Telefondobásról szólnom, hogy van egy nagyon szép üzenete a sárvári gyógy és termá fürdőnek, miszerint, ha valaki nyaral, akkor hagyja otthon a telefonját, egy kicsit próbáljon kiszakadni. Wi-Fi és 3G-mentes övezetet állítottak, egy hárpszerű antenna rendszerrel kilőtték a 3G-t, és a strand egyes területein nincsen semmiféle internet elérhetőség. Mi ennek a célja, mi ennek az értelme? Az, hogy tényleg engedd el azt, hogy neked most e-maileket írnak, a munkahelyi dolgokat, a különböző hírportálok olvasását, és csak lazíts, nyaralj, beszélgess a családdal, ne a telefonodat bújd. Ez az üzenet egyébként egy nagyon szimpatikus üzenet. És mellette se csörren meg a telefon, mert ugye mindenki benne van a zónában. Így van, ha belépsz a zónába, megszűnik a vétel. Vétel. És ezt akarja szimbolizálni a telefondobó verseny, aminek az a lényege, hogy játékosaink majd adott telefonokkal, nyilván nem a sajáttal természetesen. Miért nem? Hát, mert nem tudjuk pótolni. Ja, akkor ne. Kinek akkor számíthatunk ne. Az együttműködésére, tegye fel a kezét. Csak saját telefont lehet eldobni, tehát megpróbálják egy adott helyre majd beledobni. Én kettőt. Mind a kettőt. A triatlonért cserébe a Jani telefonján. Mind a kettőt bele kell majd dobni egy adott kis, tulajdonképpen egy kosárszerűen kis úszó gumiba, aki először betalál, viszi a nyereményt, és nagyon klassz kis nyereményeink vannak, erre a játékra egyébként benevezhet bárki. Jó? Jó, hát. Majd addig megnézem, hogy mi a nyeremény. Oké, okay, választasz játékos, Feri? Persze, nem saját. Már van, most Zsuzsi mondja, tudok szárról, hogy már megvannak a játékosaink. Hát ezért ők, ami promóciós lányaink a legnagyobbak, mert már kiválasztották a játékosainkat. Hát, nem véletlenül ő az, aki és itt ennél. És most. És itt ő. Úgyhogy vigyétek a Ferit akkor, jó? De mi, engem kell bedobni, vagy mi van? Hol vannak a játékosok, Zsuzs? Mi van? Nyeremény van, játékos nincs. Tegye hány játékos kell egy ilyenhez? Mennyi kell? Három. Nagyon egy. Jó. Ott a férfi, ő először jelentkezett. Kettő, meg a hölgy. Három. Mehetünk. Mi van, nem jó? Azt mondtad, három kell, három van. Gyertek. A szokásos medencéhez megyünk. Kicsit izgulva várom, hogy hát, ha már itt gyakorolsz az úszásra, mire ide érünk, Balázs. Ott vagyok már, jó, a medencében. Az már én vagyok. Az az úszósapka, az ott rajtam még a nagymamám kis vízfogója, a hajháló. És válkörzés előre. Egy, kettő, három, fú, gyerekek, azóta ezen az 1-9-en gondolkodom, komolyan mondom. Nem az én közegem a víz. Na mindegy. Megvagytok fel, odaértetek? Hát, hogy ne értünk volna. Ide kérem a három játékost. Gyertek. Te jelentkeztél ugye először. Mi a neved? Attila vagyok. Van egy Attilánk, a hölgy. Mónika. Sildi. Szevasztok. Mikor dobtátok el utoljára a telefonotokat? Hát hülye kérdés, nyilván nem dobálja az ember, mi? Én még nem emlékszem erre az a gond. Ha, és egyébként ennek örülsz, hogy van itt olyan övezet, ahol nem lehet telefonálni, és azt mondod, hogy tök csend lesz, vagy te rá vagy gyógyulva a telefonra? Rá vagyok gyógyulva, de most szeretnék róla legyógyulni. Aha, tehát egy terápiás kezelést fogunk végrehajtani, ezek rendes tehetség. Ne dobjuk már vízbe. Figyelj, rendes telefont adunk. Oh. Hát igen. Csak nem tudom, hogy ki. Hogyha adnék egy új telefont, akkor a sajátodat bedobnád? Igen. Hallod, itt van egy olyan is, aki a sajátjával akar játszani, azt mondja, azt jól ismeri. Na gyertek, akkor mindenkinek itt van egy-egy ilyen kis karika a vizen. Ez lesz a képzeletbeli kosarunk. Nagyon jó. Hátrébb állunk, ez a csík a csík. Aki először, hát, mert hogy van több csík is, érted? Ez a víz, ez a medence, a medence. Mert több csík van. Tehát aki először beletalál, az fog nyerni. És ha nem találunk bele. Akkor nem nyersz, ez ilyen egyszerű. Mire gondoltál, hogy akkor mi lesz? Beleugrok és ki. Bele, és akkor ki. Jó, akkor a hölgyek kezdik. Mónika, igen. Tessék. Nézd még a szél is. De ez nem könnyű, egy méterre volt a luk, nem sikerült Mónikának. A telefon elmerült. Milyen messze van most a kis úszógumi, ahova bekerül? Kettő méter maximum, és egy méter átmérőjű a luk. Mónikának ezt nem sikerült megcsinálnia. No, kérlek szépen, a te neved? Ildi. Ildi, drága, rajta. Hát Ildi úgy dobta mellé a két méterre lévő karikának, hogy öröm volt nézni, ilyet még nem láttunk. Egy kis tapssal azért jutalmazzuk meg Ildit. Figyelj, nem tűnik túl nehéznek, hát ez nem, a feladat. Nekem is úgy tűnik. Na kérem szépen, egyedül maradtál a pályán. Megpróbálok mindent. Tessék, dermedt a csend. És ő se talált bele, ezt nem hiszitek el. Nagyon jó, gratulálunk, óriási taps mindenkinek. Mi van, még telefon? Kinek a telefonjait dobáljuk egyébként, Feri, mert nem vagyok most ott a parton. Mert nem találja a Balázs a sajátját. A fürdő telefonjait dobáljuk. Jó, mert hogy nincs meg a telom, csak kicsit kezdek izgulni, ezért mondom, hogy... Okay. Na kérem, szépen akkor most te kezdesz, Ildikó, hajrá. Jaj, hát beledobta. Megvan az első, Mónika, igen. Drágám. Tessék.
Ő is beledobta. Nagyon jó, ki a francnak adjuk az ajándékot. És te is beledobtad. Nagyon jó. Három beledobattunk van, és nincs több telefonunk. Gyerekek, ítélethozat arra a bíróság visszavonul, mert fogalmam nincs most mondom, miről. Mondom mi az ítélet. Aki először bedobta, ő volt a legügyesebb. Mindenkinek meg volt adva a lehetőség. Aki bedobta legelőször, azé az ajándék. Ennyi, ez a vonat. Előment, akkor korábban kellett volna főkenni. Te voltál az első, aki beledobta, Ildikó. Gratulálok. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Balázs, meg tudjuk végre, hogy mit nyert szegény? Hogyne tudnám meg, drága Ferenc, drága vezérem, nagyuram, szőröm. Már mondom is. Két fő részére, két éjszaka szállással, fürdőbelépővel a Vitalmed Hotelbe. Ez jó, nem? Köszönöm szépen. Van párod? Igen. Jó van, akkor mégse a Janival kell aludnod. Ez bármikor felhasználható, bármikor elvihető, bármikor és két fő részére két éjszaka. Helyes. Mióta vagytok együtt a pároddal? 18 éve. Hallottam? Éreztem, hogy ezt meg kell kérdezem. Hát akkor vigyél mást, akivel kicsit izgibb lenne a dolog. Jó, viszem a Ferit. Éreztem maradok. Én. Ez a 18 éve, ebben minden benne volt. Ezen nem segít a wellness. Sűrű 18 év volt az, bizonyám. Ugyanazt a lelkesedést éreztem, mint amikor felvetettem Balázsnak az 1,9 km úszást. Jó, hát figyelj, te majd elmész fürdeni, ő elmegy wellnessbe, aztán este a vacsoránál majd nem beszélgettek, úgyhogy jó mulatást kívánunk nektek, jó érezzétek, jól magatokat, ügyesek vagytok, hello. Jól van, oké, nekünk van még egy foci VB játékunk, ugye tegnap volt a Csabinál 5 darab óra nyertes, valamint egy 3-as ugrás nyertes, úgyhogy nem sokára kisorsoljuk, hogy ki választhat ma vagy egy tévét, vagy egy telefont, és közelítünk a június 10-éhez, ami ugye a fődíj sorsolás lesz, amikor is kiderül majd, hogy ki nyerheti meg magát a fődíjat, a 4K-s tévét, valamint egy luxus apartmanban a döntő megnézését, ugye? És utána a tévét oda is adjuk, úgyhogy nem sokára sorsolunk, egy pici szünet, és jövünk a nap legjobb pillanataival mindjárt. 3-4-10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello! Annyira jó, mindenki ül a gyógyfürdőben, és erre néz. Látsz 150 arcot a medencében, és mindenki ilyen vidáman néz. Nem? Élnek még vajon? Mert hogy van, aki 4 órája benne van, benne van a meleg vízben. Na, mielőtt hívnánk a játékosunkat, egyet kérhez, csak ad nekem a bringázást. Mi van, ne légy már puha, mi most ki akarsz menekülni az izéből, az úszásból? Amit kérsz, azt egyet. Is. Amit kérsz, de nagyot is lehet? Bármi, ennyi van bringa, tiéd az úszás. Nem, gyerekek, már kinéztem az úszodát, hogy hol fogok gyakorolni. És mit záradsz be? Tatarozzák. Csak szeptemberben nyitnem, már találtam egy úszodát hozzánk közel, csak nincs nyitva. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Kora reggel lelepleztük a Kennedy gyilkosság utáni második legnagyobb talányt ebben az évszázadban. Igaz, hogy már a 21. században, az pedig még ugye nem ebben volt. De hogy a rádiózás történetének egyik legnagyobb rejtélyét, Pista bácsit sikerült végre leleplezni, mert kiderült, hogy itt van. Hát itt ugye? Lakik ő a szomszédban, és egyébként SMS-ben talán jelezte is, hogy kérdezte, hogy akarjuk-e, hogy meglátogasson bennünket. Mi nem válaszoltunk, jött. Jött. Itt volt. Úgyhogy lelepleztük, és utána jártunk, hogy ki ő valójában. Ugye a lölkeim, hát sokáig találgattuk, hogy igazi vagy nem. Voltak sejtéseink, hogy valami kamu van a dologban. Azt azonban nem sejtettük, hogy Anna úgy árult el minket már az első beszélgetés hihetetlen után, és állt át Pista bácsi oldalára, hogy ezért még holnap komolyan számolnunk kell. Hátba töfött bennünket. Mindvégig tudta. Ah, Istenem, de legalább egy titokkal kevesebb most már, tényleg csak azt kell kideríteni, hogy vajon kinézi a frisbeet. Hát... az nem lesz könnyű. Erről beszélgettünk, valamint ugye tegnap sikerült 5 percre belenézni a magyar válogatott kínszenvedéses, keserves, nyomorúságos... De Balázs, ez egy formálódó válogatott. Labdakergetős valamiébe. A végén úgy kaptunk 11-es, hogy a saját lábába esett el a magyar játékos, de megvertük a hihetetlenül durva brazilverő albán kecskepásztor válogatottat. Néhány brazil turistát megvertek. Hihetetlen válogatott egy góllal, ugye, és azt próbáltuk kitalálni, hogy vajon a mi szövetségű kapitányunkra hatott-e már a Batiz féle kommunikációs iskola, vajon mi volt az a szó, amit ő mindenféleképpen elmondott, nyilatkozott, mindenki mondhatott egyet, és fogadtunk, hogy vajon kinek a szava lesz benne a nyilatkozatban. Nem jártunk sikerrel, mert hogy nagyon szépen nyilatkozott a mi szövetségi kapitányunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Pillanat! 9 perc múlva, pontosan 10 óra, hello mindenkinek! Gyorsan hívjuk akkor a Sony játékunk nyertesét, aki ugye választhat, hogy telefon vagy tévé, ugye egy kérdésre kell válaszolni. Hát nem könnyű a kérdés, de majd sugunk. Persze, rendesek voltunk. Jó, Anna drága, hívhatod akkor a játékosunkat, aki vagy óra nyertes volt, vagy tegnap a 3-as ugrásban játszott velünk. Igen.
Igen. Hello, Balázs, Morning Show, itt a Jani Feri. Szia! Hello! Hello, szia. Hogy hívnak? Rita. Rita, hello, óranyertes. Ugye nem veled játszottuk a hármasugrást? Nem. Óranyertes voltál, igen. Rita, hol hallgatsz minket helyileg? Pesten. Pesten, mit csinálsz? Már munkában? Igen, igen, munkában vagyok. Munkában vagy, mit dolgozol? Mit dolgozok? Hát egy ilyen asszisztens vagyok egy cégnél. Aha, a kicsit halkan beszélsz ott a főnök? Hát. Igen, igen. Ő tud segíteni, biztos. Így van. Igen. Na, figyelj ide, drága, mit szeretnél, tévét vagy telefont? Hát én tévét. Tévét szeretnéd. Hát, sokan inkább azt választják, de megértem. Azért egy ilyen kis szép kis televíziót ott az ember fölrak valahova, ahol még nincs. Full HD. Bizonyám. Sony, ez is meg a telefon is. Azért az így is a láb majd kiesik alólam, annyira izgulok. Komolyan? Igen, remélem, hogy nem esek itt össze addig. Hát ez ilyen gyakora nyeremény. Na Rita, akkor jön a kérdés. Figyelj nagyon. Igen. Figyelj. Ki volt az eddigi legfiatalabb gólszerző a világbajnokságok történetében? Hú, te iszol ilyenkor, amikor ilyet kérdezel, Jani? Nem te írod? Ezt nem én. Bocs, ne haragudj, szerintem írhatod volna, te is olyan én nem mertem volna. Nem mondj semmit, segítünk, jó? Így van, segítünk. Nem olyan régen Magyarországon járt. Igen. Viszont már én is. Ez már maga a segítség lett volna, ne várt, hogy folytassam. Csúcsán! Igen, igen, tudom. Nem mondom ki a nevét, de egy ilyen bevásárló központba járt. Attól függ, kinek a nevét nem akarod kimondani, igen. A hipernevét nem mondom. A játékosnak kimondom, csak a bevásárlónak nem. Azt nem. Azt és még mindjárt egy pillanat, még a kollégáktól megerősítést kérek. Igen, elmutogatod? Bejönnek, felírták egy papírra és felemelték, mi történik közvetítésre? Igen, igen. Ki mit mond? És az nem más, mint Pelin! Picit féltettel, hogy az a vége, és most már kétségét kizáróan mondhatjuk, hogy Franz Beckenbauer járt Magyarország. Pelé, természetesen Pelé az. Ügyes vagy, Rita, megvan a tévé. Nagyon szépen, köszönöm szépen. Hú. Szerettétek volna már lecserélni, vagy esetleg egy régebbi készülék? Igen, igen, szerettük volna, igen, egy régebbi készülék, egy kicsit ilyen árnyékot. Vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, ilyen... Szellemképes. Annyira is, nem tudom beszélni. De jó. Annyira köszönöm, nagyon szépen köszönöm nektek, mert minden sírva szorod. De, jaj, drága, de jó. Nem kell. Nagyon figyelj. Szépen köszönöm. Nagyon drága vagy. Figyelj, a párod nézi a foci bb-t egyébként? Vagy igen, egyébként én is. De mondjuk én a pasik miatt. A pasik miatt? Aha, értem én. Jó. Én adok egy kis sört neki, és akkor én meg... pasikat. Te megnézed a pasikat. Szemlélem. Jól van, figyelj, sietünk kiszállítani a tévét, hogy a VB-t már ezen tudjátok nézni. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Ügyes voltál. Aranyos volt. Szia Rita, ciao, köszönjátok. Gyerekek, na. Megint jó helyre ment, de jó? Így van. Ez mindig jó. Jól van. Mindig örülünk, de hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy a garázsban még nincsen, úgyhogy örülünk neki, akkor igen, az egy picit igen, igen. Azt mondja, hogy hát majd nem tudom, lehet, hogy egy évig igen, letesszük, majd kicsomagoljuk, az nem olyan jó. Igen, bizony. Most viszont jó helyre ment. Oké, hívjuk a nap hallgatóját, ugye ha mondja, hogy Morning Show az ajándékcsomag, ha nem, akkor is jó a nap hallgatója, csak ajándékcsomag. Morning Show? Hey! Sziasztok! Hello. Te jó vagy! Sziasztok, hello! Hello, nem írtad alá. Nem, Laci vagyok. Laci, sziasztok. Hello Laci, honnan hívtál, vagy hol írtál nekem? Most éppen Budapesten vagyok. Budapesten vagy. Így van. Jól van. Oké, ugye kiderült egy belső emberünkről, egy szövetségesünkről, egy olyan emberről, akit eddig stábtagnak gondoltunk, hogy hónapok óta már lepaktált a hallgatókkal, mindenféle megvesztegethetésekkel élve, tulajdonképpen bármiért, Tibi Csokiért, utalványért, bármilyen kollaboráns meg lehetett vesztegetni. Anna ugye elárult minket Pista bácsi kapcsán, te pedig ezt írtad, Jani, ne popsizd el Annát, mert azt szereti, engem is csak azután engedett játszani. De baj van, sártok, mert a párom hallgatja a műsort, most megbuktattatok. Jó, de az ajándékcsomagnak csak örült ő is, nem? Annak nem kell. Igen. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Hát még egyszer szeretnék tőletek elnézést kérni meg a hallgatóktól, hogy látniuk kellett sportruházatban. Hajd, de felé már kiszelőztettünk. Nem, egyébként zseniális az átalakulás, ami ez a szemünk előtt történik. Tehát, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, szerettél kajálni, szerettél nagyokat enni, és most már a sportra egyre jobban rákattanó, egyre többet futó, minden helyszínen azt nézed, hogy hova tudsz menni futni. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Komolyan mondom. De ez azért van, mert én továbbra egyfajta megszállottság kezd benned kialakulni. Mert továbbra is szeretek nagyon enni, meg inni. Igen.
De hát ugye, ahogy halad előre az idő, meg az ember a korban, egyre inkább fontos az, hogyha csak eszik, és csak iszik, akkor hát hogy néz ki? Hát nézd a Ferire. Nem akarod bántani Ferit, nem is ezért mondtam, csak kellett egy jó példa. De és ha már Ferit szóba hoztam, akkor lássuk a kockákat a hasadon. Az még nem látszik, de hogyha futok, akkor nincs lelkiismert furdalásom az elfogyasztott vacsora, reggeli és egyéb kaják mellett. Évek alatt igazából egy sportrajongó ember lettél. Nagyon durva. Igen. Tényleg. És futsz, és mozogsz, ez tök jó. Azt várják, hogy köszönöm meg nekik. Nem, jó, köszönöm szépen. Mert ők kezdtek el cseszegetni, hogy kövér ja, vagy. Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy rávezettetek a helyes útra, és hogy egészséges életmódot élhetek. Ez csak nektek köszönöm. Hát ez egy fogadásból indult. Egy fogadásból indult, még amikor a Perivel versenyszik kitobni. És én is köszönöm, hogy messziről nézhetem ezt az egészet. Szuper vagy, Csabi. Csak hallgassál, mert a Jani jó voltából úgy fogsz tekerni 95, hogy öröm lesz nézni. Most is, azt szívesen. Életedben először érezni fogod, hogy van vádlid. Hol? Vagy hol? És köszönöm Janinak a kölcsönadott cipőjét, kicsit szorított. Nem hiszem el egyébként, hogy egy az egybe úgy nézel ki, mint ahogy én néztem volna ki, hogyha sportol. Hát nekem még van saját valami mást választottam. Egyébként Balázs, jó hírem van, megkaptam Gyárfás Tamás telefonszámát, intézek neked. Vérdopingot cselászlom. Epo, lesz egy kis epo. Figyelj, az ott az 1-9 úszás, tehát tényleg, ha kell, bringázom, ha kell, még az is bevállalom, hogy futok, de hogy ott egy ilyen kopaszig átul, ott szemben az áral, ott csapkodjak, mint egy ilyen Titanic túlélő, egy úszódresszben, egy sapkában, hát ennél nyomorultabban, életemben komolyan mondom. Életemben először tehát, nem hallom a pókjárást és az ördög szekere, egy fizikai teljesítmény kapcsán. Képzeld, megyünk triatlonra. Na? Nagyon nagyok vagytok, és te leszel a konferenci? De ha igen, én keresem a pénzt. Figyelj, valamit dílelünk. Tehát ebből az úszásból én kijövök. Átnyergelek a futásra vagy a bringára. Valami lesz, tehát ezt nem hagyom annyiban. Én lesz olcsó, csak szólok. Nem baj, amit egyszer is szól, kérsz, hogy kívánsz. Mondom, ez ide nagyon kevés. Egy hónapig, amit kívánsz, bármi, csak díleljünk valamit. Remek úszó vagyok, ha kell a csapatba. Igen? Persze. Na, tudtam, hogy ez lesz, hogy majd a Csabi úszik. A csapatból nem hagyom magam kitenni, valamit bevállalok, csak. Ez az úszás. Na mindegy, jól van. Oké, Csabikám, lehet tőled dalt kérni? Így van, most még itt a helyszínen szerintem egy 1/4 órát 20 percet eltöltünk, amíg ti lepakoltok, illetőleg nagyjából irányba állítjuk a konténer stúdiót, és aztán Sümeg Keszthely irányában megpróbáljuk megközelíteni a magyar tengert. A vár. Igen. És aztán a déli parton elindulunk körbe, szeretnénk minél több klassz hallgatóval találkozni, nyugodtan integessenek, állítsanak meg minket, kérjenek dalt, mi cserébe adunk mindenféle relikviát, aláírást, jön velünk a piros is. Oh. Úgyhogy tök klassz lesz, szerintem. Reméljük, hogy körbeérünk, és Alsóörsön zárjuk ugye a mai napot, hiszen este Edda koncert van, és a Pataki felkért, hogy énekeljek vele egy dalt. De már! De. Tényleg? És melyik? Nem tudsz egyet se. Hát nincs olyan, amit ne tudnék. De színszigetők nem játszanak. Hát még nem, de majd este hát ha. Estére, mi? Tényleg a gabona kör közepén így énekli most a Pataki? Igen. Ezek után tudod, mit fog nekem mondani? Hogy menj több francon, mégsem jöhetsz fel a színpadra. Hát ilyen barátaid vannak. Ő az, aki minden nyilvános megjelenésén, bárhova megy, tévéstúdió, rádiós, bár mindig arról beszél, hogy éjszaka megtámadták és elrabolták. Hát ezek után azért ne csodálkozzanak abba egy kicsit. Jól van, oké. És a játék is folytatódik, bocsánat, úgyhogy rendületlenül tessék küldeni, hogy foci VB, hiszen nyereményeink még mindig vannak. És kert csinálnak, piros most két részesben, vagy egy részesben nyomja? Szerintem bármelyik megoldható. De vagy mit szeretnél? Mit szeretnél? Jól van, búcsúzunk akkor a sárváriaktól, köszönjük szépen, nagyon drágák vagytok, hogy ennyit nagyon jöttetek. Jól éreztük magunkat. Jól éreztük magunkat, így van. És holnap péntek, egy napra visszamegyünk? Ha visszamegyünk. Vissza? Nem? Hát igen. Már muszáj lesz. Muszáj lesz. Igen, nem voltunk elég rutinosak, hogy kiüssük a pénteket. Úgyhogy holnap már újra a stúdióban jelentkezünk. Csabitól lehet dalt kérni, szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok!